Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, ezt itt kikapcsoljuk, ezt ott fölnyomjuk, és már is indulunk. Na, hát itt vagyunk újra hárman, tegnap pihentem egy napot, a túlzás, forgattam. Kedves egészségedre, hát, jó volt? Nem, forgattam ugyanúgy, meg ráadásul Viki volt itt bent, és az a baj, hogy a gyerekek meg fönn vannak negyed héttől, tehát hogy reménytelen, hogy utolérjem most magam alvásban. De hát egy picit legalább tudtam pihenni, de dolgoztam, már tegnap is bent voltam. Úgyhogy zajlik az élet. Most mit forgatsz? Most egy másikat. Most meg kell, hogy jöjjön bennünket, ha elmondod. Én már nem tudom, hogy mi jött le, mi nem jött le, úgyhogy én már nem mondok semmit. Az azt tettük, hogy rúgunk. Majd meglátjátok, mikor szeptembertől? Nem mondhatok semmit. Ja, nem, az sem. Ja, jó. Mindegy, meglátjátok majd a TV2 Akadémián. Igen, titokart arccal. De mondanám meg, egyáltalán nem titkos, meg már láttuk is, csak én már nem tudom, hogy mi volt, amit már leközölt az RTL, meg mit nem, és akkor majd én nem előzöm meg őket, majd ők, ha akarják, mondják, hogy ne az legyen, hogy na, a Balázs megint. Már a celebnél is már elmondtuk előre a helyszínt, hogy milyen nemzeti park, meg hol, meg milyen, már azt hittem, hogy tudja a sajtó, de nem tudta, mi itt elmondtuk, hogy nemzeti park, na, akkor lehozták, hogy nemzeti park, aztán hívott a sajtóosztály, hogy kösz, ezt két hét múlva kellett volna. Semmi baj, légy és olvasd el az e-mailjeidet, hogy ne pofázz előre, nagyon drága vagy, mert sajtótájékoztató épült volna. Úgyhogy én már csöndben vagyok, és dolgozom, csendes kisiparos. Forgatunk, és ma kettő holnap, három vasárnap, három. Istenem, de jó lesz. De jó lesz, mondom neked, vasárnap mi van. Mondod, mi de. Volt, majd hétfőn mondd el, mi volt szombaton, és mi volt vasárnap, gyerekek. Úgyhogy, hát igen, de nem siránkozom, nem baj. Sűrű, ez a rutinosabb most, ez a rutinosabb ez, műsor. Ez már bent a székházban, igen. Egy kicsit. Mégis hát azért Lejon és Miriam most már csináltak. Igen, egy kicsit jobb körülmények között, ugye mindenféleképpen szerencsésebbnek vagyok, mondható, hogy ott forgatok. Na, mi a helyzet? Elment a vihar. Elhála Istennek. Hát igen. Azóta nem beszéltünk, mert hogy az szerdán bizony, volt. Bizony, de hát vannak utózöngei a dolognak. Hát gyakorlatilag, ahogy lehetett hallani Ákosnál, ugye a különböző közparkok szinte ilyen katasztrófa sújtott a terület, illetve nyilvánítva, a hihetetlen mennyiségű fát kell átvizsgálniuk a szakembereknek, hogy nem lesz-e velük esetleg későbbiekben probléma, meg hát el kell takarítani a károkat. Fú, egyébként itt a közvetlen környezetünkben a Népligetet is elég súlyosan érintette a történet. A tegnapi Fradi meccs az érintett. Na, hát az meg mindig. Az is, igen. Én szerdán este mentem haza a színházból, és akkor végeztünk, és brutál károkat láttam. Tessék? Mit adtak? A Tartuffe volt, nagyon jó volt. és igen, olyan színházba mentem haza, mintha valami, nem tudom, színész. Jól hangzik. Tegnap megint próbálkozott a színházban, tegnap este értem haza. Figyelj, olyan brutális fotókat tudtam csinálni, egy-kettőt föl is raktam az Instára, Bali a viharvadász címmel. Felborult óriás plakátok. Autóra borult fák. Én nem éreztem ebből semmit, mert hogy mi zárt helyen voltunk. Elment az Armageddon. Elment az Armageddon, beültem egy autóba, hazavittek, hogy ne kelljen vezetnem. És azzal szembesültem, hogy támadást intéztek Budapest ellen. Igen. Brutál károk. A hetesen mentem végig hazafelé. Mondom, az, hogy fadölt az autóra, meg hogy az óriás plakát állványjal együtt ráborulva egy házra. Mondom, mi van itt? Mi történt itt? Mondták, hogy szél lesz, meg vihar lesz, de valami elképesztő romok voltak, és még mindig vannak utak, ahol nincsenek letakarítva. M1-M7 közös nagyon kivezető szakaszán van egy óriás tábla, de ilyen tényleg nagyon nagy, azt valami speciális anyagból is csinálták direkt vihar esetére. Eddig tartott. Aha. Tegnap vettem észre, mentem haza, az egész így beborítva, nem tudom, mi van ott szántásban, vagy akármiben. Igen. Nagyon kemény. Kemény fotók vannak, vagy kemény képeket látott az ember. Hát, most mutatom, nézzek, ez volt az egyik, ami fogadott. Ott konkrétan a ház rádőlve, a reklámtábla. Akkor nem tudom, fizet-e a biztosító egyébként? Hát, valamit kell, mondtom. Most nem tudom, de ahhoz ugye a reklámtábla kihelyezőjének kellett egy biztosítást kötnie. Vagy ha a háznak van biztosítása, akkor reklámtáblára az szól. Hát ez is jó kérdés egyébként. Hát igen. Természeti kár. Vagy abból. Abból adod, igen. Láthatom, hogy milliárdos károk. De hogy hallottátok egyébként a hírekben, ugye a Peti is, Célbés Peti is azt javasolta, hogy minél előbb, tehát hogy senki ne várjon azzal, hogyha esetleg van valamilyen káresemény a környezetében, a vihar miatt, az ne várjon bele, minél előbb jelentse be a biztosítójánál, mert valószínűleg most egyébként is égnek ott a telefonok. És most a közparkokban azt lehet látni, csak visszaugorva egy pillanatra, hogy érett felnőtt férfiak így faágakon csimpaszkodnak, hogy melyik az, ami, vagy hogy nézik meg, mert ugye azt mondtad,
hogy károsodott a fa, igen. De ugyan nem tört le az ág, de lehet, hogy arra sétál holnap után a kismama a gyerekkel, és ráesik. Uh-huh. És akkor most minden ágat megrengatnak? Hát mi? Kb. Hát több ezer fáról van szó, vagy több tízezerről pontosabban. És ezeket mindegyiket szépen végignézegetnek mindent, és utána pedig hogy hívják, hogy adott esetben úgy döntenek, vagy azt állapítják meg, hogy ez a fa instabillá vált, vagy hogy vannak olyan ágak, amik már nagyon megfáradtak, akkor vagy eltávolítják, vagy pedig egyszerűen a fát is úgy, ahogy van. Komoly. Na szép. Na jó van, hát minden komoly esetben. Meló. Túl vagyunk rajta, úgyhogy elment a vihar, és ma reggel először éreztem, hogy hűvös van megint. Igen. Végérvényesen. Nálunk 12 fok volt. Reggel. 12? A 12. Csipős a reggel. 14-et tudtam mérni. Aztán nyilván napközön meleg lesz, de... De hát ez már tényleg az, hogy sajnos újra ez lesz. Aha, de most már minuszok is jönnek, ugye még egy kicsit kell várni csak. De figyeljétek meg egyébként a tendenciát, már nem is a sötétedésbe, hát minuszok azért még csak nem, hogy most már évek óta ez történik. Nagyon meleg június, egy hőségriadó, utána egy viharos, kicsit szeles, esősebb július, nem is lesz szerintem kánikula, és utána augusztusban még egy nagy fellángolás a nyárnak, és vége. Régen ugye hosszú ideig tartó meleg volt, és most már masszívan több éve a július mindig egy kicsit esősebb, lehűl, csapadékosabb, meleg van, de 28-30-25, egy-egy nagy vihar, és majd augusztus, sziget, ott meg még egy brutális nagy rugás kánikula, és vége. Tehát mindig általában ez most a menete a nyárnak, hogy július sokkal csapadékosabb, esősebb, hűvösebb, mint az augusztus. Szerintem egy-két évből ne induljunk ki, most nézzük meg, mondjuk így, nézzük meg, most várjunk egy picit ezzel a témával, mondjuk egy 10 évet, és jó. Térjünk vissza rá akkor. És emlékszel, még? Hogy nem emlékszem, igaza volt? Igen, igaz. De nézzétek meg, hogy szerintem júliusban nem lesz több hőségriadó, ezt most megmondom 10-én, hogy nem lesz. Szerintem a július ez egy sokkal hűvösebb, csapadékosabb hónap már évek jó, óta. De júniusban is volt két olyan hét, amikor konkrétan hideg volt meg eső. Tehát igen. Ott két hét kánikulával indult, aztán jött két hét rossz idő, aztán jött a megint nagyon jó, és most a vihar. De hát azért ma már nem lesz olyan rossz, vagy igen? Nem. Hát ma már csecse idő lesz. A jövő hét közepére mondanak már ilyen, mit tudom, 34 fokot, de hát az is ugye 6-7 fokkal, na jó, azért ne túlozzunk, mondjuk egy 4-5 fokkal el marad attól, ami mondjuk még hétfőn volt. Nem bizony. Mi a helyzet a játékkal? Mi volt tegnap? Azt hoztuk. Már a bukott hetünk van, ugye? Ez a bukott hetünk. Igen, szépítettünk. Tegnap szépítettünk. Nem, tegnap ezt volt egy kis szépítés? Így van. Hát egy ilyen szép 3-0-val, illetve 0-3-mal indítottunk. De ezt az egy a hetet, aztán ezt az egyet most tegnap behúztuk. Az már jó. Szerdán eldőlt a heti játék. Az ezt elbuktuk, el azt úgy, van, azt elengedtük, igen. Nézzük, mit írnak a hallgatóink, akik ilyen korán kelnek velünk együtt. Azt mondja, hogy péntek reggel, morning show, Fekete-Fehér, igen, nem, én 01, írja valaki. Ez nem tudom, mit jelent. Ne, köszönjük. Nagyon mérges vagyok, egyik fiút csak szétszedném az első játékban. Kérdés, hogy mire mérges az illető, de majd, ha felhívunk, akkor kiderül. Alfa találkozóra jössz-e, Feri? Nem. Nem. Azt mondja, hogy hosszú idő óta újra hosszú nadrágban, pulcsiban kezdünk dolgozni, fázunk. Megyünk ki a nyárból? Kérdezi Zsófi. Hát... Ha csak nem egy hűtőházban vagy, akkor igen. Mert ott mindig. Igen. Lassan már csak reggelizni jártok be, ezt a kevés időt is nehezetekre esik le dolgozni, azért annyira nem vagytok jók, hogy másnap is azt hallgassam, amit előző nap. Üdv Edith Győrbe. Edith, ne hallgass, tekerj el, és hallgass mást. 31-es főúton, Szent Mártonka és Tápi. Aha. És az SMS itt befejeződött. A reggelim. Szent Mártonkát és Tápi. Aha. De szól. Hát szent már baleset, trafi, valami. Tápió, zecső. Hát nem? Lehet, de még ott, hogy hívják már, azt mondja, Szent Márton Kátó után farmos, farmos után tápió szele, hát hogy... Aha. Aha. Között van valami. Na, így van. Az úton. Uh-huh. Egy kidőlt fág. Györgyek környékén esetleg. De a tápióságban az biztos. Igen. Azt mondja, hogy Hove bácsira már most valaki jelentkezik? Hát ez gyerekek, biztos, hogy van ez? Dicséretes. Ez dicséretes. Ez nagyon, nagyon, nagyon dicséretes, igen. M9-es autóút, őzrohangál a kerítésen belül. Krisz küldte nekünk, mindenki vigyázzon. És ha igen, Balázs, csecse idő lesz. Néztétek a teniszt, amit jósoltam? 4-3. Igen? 4-3. Csak nem jött be? Nem, bejött. 4-3 bejött, csak a Gaské Wawrinka. Az nem jött be, az egy döntőszet volt, egy nagyon nagy döntőszet, abban tévedtem, ott Gaské váratlanul, de megverte Wawrinkát, de a másik három az lejött. Ez a Wawrinka volt múltkor ügyes, nem? Aha, a Wawrinka volt. Többször előfordult már vele. De nem valami, hogy megvert valaki. Bizonyám, hát behozta, hogy a Roland Garros, ugye? Igen.
Agárosz húzta be, megvert a gyokot. Most Murray Federer és Gasquet Gyoko. Azért az, azért az lehet kapaszkodni. Lehet kapaszkodni. Gyokónak? Hát nekünk is akár, hogy fogadjunk. Oké. Na, mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, hogy mi is volt az. Én nem voltam, úgyhogy gyorsan egy mondatban mondjátok, hogy mit ismétlünk. Hát nem a volt, fostos. Nem volt olyan jó. De hogy Én nem voltam, úgyhogy szerintem meg se hallgassuk. Egy rakaszal az egész, adjátok a francba. Szerintem, mindegy, jó ilyen. Na, mi volt tegnap? Hát bukott a fostos bújbóka, kérlek szépen. Az év madara, akire annyit küzdöttünk a tavalyi évben, hogy csúcsra járassuk, és van három új lehetőség, Fűrű Haris és az ugartyú. Az ornitológia legtitokzatosabb állatai, a láthatatlan tyúkok. Ők nyertek, és lejomták a fostos bújbókát? Hát még egyelőre megy a küzdelem. Megy a küzdelem, és akartunk magunknak egy saját kedvencet, úgyhogy Orbán Zoltán jött a segítségünkre, sírtunk gyakorlatilag az emberünk, nagyon mert mondta, jó, hogy ő a Haris hangját tudja, és mutatta is. Igen. Persze, fejből, séróból tol egy csomó madárhangot egyébként, ő is felépedne, akár szerintem a Hungarian Got Talentbe, és azért jók egyébként ezek az állatok, a láthatatlan tyúkok, mert gyakorlatilag az ember képzeletére van bízva, hogy mit vizionál beléjük, mert gyakorlatilag nem látod őket, hiszen olyanok az álcázó színeik, hogy ezért, hogy akár ott is lehetne, meg ott is, meg abban a sarokban is, tök mindegy. És szavaz valamelyikre. Igen. Na meghallgatjuk akkor, hogy mi történt tegnap. Jó? Jövünk mindjárt vissza, és aki jelentkezni játékra, írjon nekünk SMS-t, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 6 óra múlt 33 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. A pénteki adás legjobb pillanatai? Zsül, ez sikerült beszerkeszteni? Nagyon jó. Mert ez a tegnap még csütörtök volt. Belelátsz a jövőbe? Vegyük át a naptárat. Hát csak azért kérdezem, akkor ne is nézzem meg az adás menetet. Hagyjuk abba. Akkor ma sem érsz, hogy ennél jobbat csinálok? Fél hét múlt pontosan 3 perccel. Gyerekek, egy elbukott hetünk van, úgyhogy bárki megalázhat még most bennünket. Utoljára egészen nyugodtan, mert hogy nem fogunk küzdeni természetesen, de a hetet elbuktuk, úgyhogy még nagyobb elánnal lehet nekünk esni, és elvinni egy ajándékcsomagot. Ugye, mert hogy oda hetünk. Így van, 3-1. De nem adjuk olcsón a bőrünket. Na már jönnek a kihívó SMS-ek, úgyhogy jöhetnek. Nagy bukta lesz, ha kimerünk állni, írja nekünk egy hallgató. Úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, nyugodtan lehet arcoskodni. Azt mondja, hogy Csorrán mérik a bősárkány felé haladókat, ezt Miki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint azt nézem, hogy van-e még közlekedési hírünk. A többit azt már mondtam, hogy mi a helyzet egyelőre az utakon. Jó, meghallgatjuk Ákos híreit, jó? Közben várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk a játékkal. Ákos hírei után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a hét utolsó munkanapján. Pénteken, jó időben. Nem kell már nekünk a kánikula. Viszont az biztos, hogy nem is lesz. Hétvégén kellemes, koranyári 28-30 fok. A legeslegjobb egyébként. Úgy, hogy közben a vizek melegek, de nem fog mindenki megrohadni a melegben. Tudsz aludni, tudsz pihenni, napközben jó túrázni, délután már ki lehet ülni. Úgyhogy minden jó, egy jó hétvégéhez. Bizony, ám. Nektek. Hát igen, Istenem. Ígyetek egy rozét az egészségemre, gyerekek. Meg gondoljatok rá. Küldhetünk fényképeket bármi, közben? Én nagyon örülök. Én már még az Instára is fölteszem, ha átkülditek, hogy állsz a rozéval, egy pohár rozéval a Velencei tovább, vagy azon. Na, küldjetek ilyeneket, persze. Nyugodtan, majd én is küldök, hogy hol vagyok. Na, azt mondja, hogy M7-es 50-es kilométer Balaton felé van egy trafi, vigyázzon mindenki. 5-ös bevezetőnél az Ecseri gyáli útnál közlekedési lámpajavítás kezdődött, alakul a dugó, egy sáv járható, Békés Csaba Szarvasi út, Molkútnál mérik a kifelé autózókat, szép napot Gajó, valamint M3-as Nyíregyháza felé a 130-as Kavisnál gágognak a vadkacsák, óvatosan arra felé Gyurgyalag küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na nézzük akkor, hogy ki a hét utolsó játékosa. Jó? Hogy mennyire kapunk ki végül is akkor? 4-1 lesz, vagy 5-0? Ez a kérdés? Nem. 2 vagy 4-1. 4-1 ez a kérdés. Igen. Na megnézzük, kivel játszunk most. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Feri vagyok. Hello, Feri. Honnan hívtál minket? Én most Baracsonyból tartok Pécs fele, és horgásztiket szállítok. Oh, nem tudsz megállni Velencén?
Még egyszer, ne haragudj, hogy nagyon nem tudsz megállni Velencén, horgász cikkekkel, Badacsony Pécs. Várjál, kicsit kell csak kerülni. Nem tudok. Kár, nagy a baj. Soma gyerek, érted, már ott áll egy jó spicbot kéne. Figyelj, meg tudjuk oldani, Badacsony hétvége, borozósor, összefutunk, megoldjuk. Jól van. Feri, kivel szeretné játszani? Hát én a Jánosra gondoltam. Jánosra? Bárkire gondolhat. Kivel szeretnél játszani? Igen. Az oké, hogy rá gondoltál, de igen. De megértem egyébként. Igen, én is szimpatikus srácnak gondolom magam. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy mire mentek egymással a hét utolsó játéka, és izgulunk, hogy egy szépítés azért beleférjen a részünkről. Mehetünk? Go, gyerünk! Akkor 3-2-1, és tessék. Fecó, tudod, hogy melyik a rovarnak a gyérítése folyik jelenleg az országban? Tudod? Mondd el nekem. A szúnyogé. Nem viccelek. És képzeld, de tök komolyan mondta. Ez egy nagyon ilyes kis játék volt. Szép focsani! Hát ezt kinyírtak. Hát gyerekek! Hát ezt megértem. Hát most így alakult. Kimentem a napra és megértem. Hát ez így sikerült. Figyelj, ahhoz képest igen. Szóval az első szavad az volt, hogy nem. Az nem volt, a következő már nem volt. Igen, ja, akkor a második. Sokkal jobb, igen. Nem, sokkal jobb voltam így, igen. Hát igen. És még szerencsé, hogy Jani hosszút kérdezett, tehát nem csak egy ilyen kétszavas valami volt. Így legalább tartott 10 másodpercig a játék. Árbögtetek, így sikerült. Ja. Badacsonyi vagy amúgy? Badacsonyi ős konkrétan. Uh-huh. Na. Pont rá akartam kérdezni, hogy felétek mennyi szúnyog van, mégiscsak vízpart? Mert nálunk nem nagyon van. Na, nálunk nagyon sok van. Hát védekezünk kellünk, amennyire lehet. Hát gyérítetek. Főleg egy jó kis írtás után akkor jönnek fel a partról, és akkor támadnak rendesen. Ja, hogy lent írtanak nálatok, nem is oda addig fölköltözne. Okos állat a szúnyog. Nagyon okos, igen. Szereti a vért, és akkor próbálkozik. Ne hülyéskedj. Hát ilyenek ezek. Ferikém, köszi a játékot, vigyázz magadra, jó hétvégét. Tényleg nincs mit, sziasztok. Hello, köszönjük szépen. Hát akkor egy szépítés, na jó, hát ez ott a finkább nektek szólni, nekünk szép volt, ügyesek vagytok, és legyetek büszkék magatokra, a nyert hetet el kell, hogy ismerni, és ügyesek a hallgatók. Kikaptunk, régen volt már ilyen, hogy hetet vesztettünk, igen. Fáj is kicsit, de nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni, mint hogy gratulálunk sportszerűen, és azt mondjuk, hogy ez egy szép hét volt. Gratulálunk. De nekem is sikerült szépítenem, mert háromszor játszottam a héten. Tényleg? Az elsőt elbuktam, tegnap itt majd megnyertem. Úgyhogy nem olyan rossz. Lehet mondani, hogy ettől függetlenül rajtam ment el a hát most kezdtem volna bűnbakot keresni. Örülök, hogy kimondtad, mert most kezdtem volna be a statisztikát. Annától néztem volna a számokat, és valakit megtaláltam volna. Ki ment el? Kin? Igen, ki telt róla? Egészség! Azaz, majd lemászik a pultról. Ez nem mászik, ez szalad. Évek óta nem hallok ez egy normális tüsszentést. És most végre kijött. Kezdem magam rászoktatni, hogy ne ilyen kicsiket nyomjak, igen. Iszkiri. 5 perc, pontosan 7 óra a friss közlekedési híreknek. Nagyon örülünk, mi pedig jövünk. Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk egy jó kis Bon Jovi után. Hát ez mindig segít, mindig jó, mindig... Még egy kicsit könnyebb mindenkinek a reggele. Még annak is szerintem, aki nem ismeri, vagy nem szereti a rockzenét, erre valahogy jobb beszélni. Temposan. Mi ez a jelelés? Ja, bocsánat, igen, nem tudtam. Mindenki integet, ugrál, itt vagyunk, haló, mi is. Csak nem, én nem láttam, igen. Szóval egy jó kis Bon Jovi után itt vagyunk. Azt mondja, hogy 4-es úton ülőn az Agyip Kultán most állítják a háromlábút, Bönyő küldte nekünk. M3 115-ös kilométernél a kamion személyautó koccanás miatt már alakul a dugó, Miskolc felé, ezt Ákos küldte nekünk. Aztán a stadionnál, az egyes villamosnál valami gáz van, több szerelvény áll egymás mögött, Sisza üzente, ha látjuk az okát, akkor azonnal mondom. 5-ös bevezetőnél az Ecseri gyáli után közlekedési lámpajavítás kezdődött, alakul a dugó, egy sáv járható. A 4-esen a 262-es kilométernél Debrecen felé a parkolóban KPM ellenőrzés. Kint van a büfékocsi, üdv Skoda 445.
valamint M7-es 50-es kilométer Balaton felé van egy trafi. Jövő héttől Szabi leszek, 3 hétig csak a Best of SMS-eimet fogom küldeni. Zoli, küldte nekünk, köszi Zoli, jó jön az. Ne ugor már túl, 3 hét szabadság egyben. 3 hét Szabi gyerekek, az csodásan hangzik. Jó, az csodásan hangzik. Igen. Mit szóltak ahhoz a kanadai férfihoz, aki egy kerti székre erősített lufikkal emelkedett fel, hogy így reklámozza a saját cégét? Hát azt, hogy mi már ezt megcsináltuk évekkel ezelőtt. 6 éve? 6-5 éve? A Balaton parton emlékszem, amikor Janit emeltük, Istenem, de szurkoltak, hogy vágjátok el a kötelet, hadd menjen, refüljön az a férfi. Figyeljetek, hát hogy nagyon komoly tudományos kutatás előzte meg a dolgot, tehát hogy kitaláltuk, hogy összesen hány lufi kell hozzá, milyen biztonsági intézkedéseknek kell megelőzniük ahhoz az akciót, hogy ne a másik oldalon ébredjek fel, vagy sehol ne ébredjek fel, vagy pedig a stratoszférából zuhanjak vissza, ki voltam kötve konkrétan, ott ugye a háznak az oldalához. Nagyon vicces volt. Nem nagyon is vicces emlékszem, volt egy nagy lufink. Volt egy és millió kicsi. Volt egy ilyen kis cepeli jellegű, és a mellé még oda volt rakva millió egy. Nagyon-nagyon mókás dolog de volt. Jó volt az. Nagyon mókás volt, jó volt. Igen, ő úgy csinálta, hogy ő fölment nagyon magasra, és azt hiszem aztán kiugrott egy tvernyővel a székből. Tehát, hogy ő, ja, hogy a lufik fölvitték, és akkor ő még ugrott is egyet. Igen. Valami fesztiválon ő felment, és a nem várt cél miatt elvétette a stadiont, és így nem érkezett meg a fesztivál területére. Aha. És várták, tehát ott állt egy 60 ezer ember, mindjárt jön, elvétette a stadiont, és a fesztivál területén kívül ért föl lett valahol, ahol már egyébként várta a rendőrség, bár hát nem tudom, ez szabálysértés, hogy milyen kereszt. Felfújok 100 héliumos lufit, és felszállok a magasba. Hát nagyon sok minden nem tudnak csinálni. De miért nem vágdostál egyenként? Hát a bazai, hogy elkezded egyenként elvágdosni, és akkor szépen igen. Hát én azt gondolom, hogy ez csak a rajzfilmekben működik. Aha. Tehát tudod, ott azért egy picit egy olyat vágsz el, ami egy kicsit jobban húzott, mint a többi. Hirtelen gyorsabb lesz a zuhanás, igen. Na mindent, olvastuk a dolgot, igen, szórakoztatónak találtuk, de ismerős képsorok voltak, mert hogy repültünk már így, illetve pontosabban Jani. Jani repült már így, az még a legeleje volt, tényleg. Első vagy második évünkben. Első évünkben? De Danubiusban összesen egy volt, és annak is az elején csináltuk, akkor az persze. Éve volt. Már az a Média Hungárián volt, igen, még ott talán Tihanyban. És emlékszetek, hogy jött a vihar. Jött a vihar, és nagyon kellett sietnünk. És akkor gyorsan felengedtük a Janit, és húztuk vissza. A viharvadászokat jeleztük, hogy gyerekek, itt már fonyód, mindjárt esik, Janit szedjétek le. Nagyon jó. De nagyon működött. Jó volt, nagyon működött. Ez ráadásul valamilyen, mi volt az, valamilyen média találkozó? Az, vagy az a média. Az. Media az, Hungary. Igen. Az és volt. Ugye mindenkinek rajta volt a kilincsén egy ilyen kis, hogy hívják, egy ilyen kis reklámcuc. Hogy amikor kijött ugye a szobából, igen, akkor mindenkinek oda volt akasztva a kilincsére, hogy a nagy, mi volt az izénk? A nagy repülés, és azért volt jól nagyon a dolog, azért volt pikáns, mert ugye ott volt a konkurenciánk is, a közvetlen konkurenciánk, ugye Bocsiék személyében. Hát kicsit azért csináltuk, hogy ott már őket elkezdjük bosszantani. Az első Danubiusos év volt, ugye, hát ők akkor még ugye hallgatottságban azért nagyon vezettek, de már jöttek a hírek, hogy azért mi úgy kicsit úgy birizgáljuk az ő arcőrzetüket, hogy ott vagyunk, meg elkezdtünk rádiózni, meg ugye jó visszajelzések voltak a műsorról, és hát ez az arról szólt a dolog, hogy na jó, akkor hol mutassuk meg, hanem egy Média Hungária fesztiválon, ahol tényleg aztán mindenki ott van, reklámozók, költők, ügynökségek, a különböző médiumokban dolgozó műsorvezetők, igazgatók, kereskedelmi vezetők. És akkor, na jó, hát akkor legyen az, hogy most akkor ott picit mindenki rólunk szól, de elértük, mert hogy közben hozzánk akkor még visszajutott, hogy azért annak ők ott annyira nem örültek, hogy mindenki lejött és minket nézett, hogy mi ott akkor mit csinálunk, és reptetjük magunkat, és ott kezdett el a köztudat és a szakma azzal foglalkozni, hogy van egy másik rádióműsor is. Ugye? Jó, még a Danubiusban. Aztán mire a Dan megszűnt, igen. Addigra már ugye év vége felé pedig már fejfej mellett haladtunk, igen. Na jó időszak volt, én azt nagyon szerettem egyébként. Nagy harc volt, de szerettük. Tehát sosem ellenségek voltunk. És nem? Oda piszkálás, szerintem tudod ki érezte? Ellenfelek voltunk. Ja, én a vezetőség arcán láttam néha ezt, hogy akkor ez most ellenségeskedés. Uh-huh. Azon az oldalon is, meg ezen az oldalon is volt egy ilyen, de szerintem a Bocsiéka sose volt. Ez harc, ne, hanem... Hát nem. Ellenfelek voltunk, igen. Persze. Igen. Azt mondja, hogy itt állok a plázánál, az automata csomag feladónál, hol vagytok? Mikor értek ide? Adrián kérdezi. Hát pont egy hete voltunk. Uh-huh. De ha vársz, akkor lehet, hogy megyünk még egyszer majd. Mennénk szívesen.
Mennénk szívesen, így van, igen. De most egyelőre nem megyünk Győrbe, de a múlt héten ilyenkor már labdá, vagy gazdára talált egy cumi, meg egy, hát én nem egy tudom, készfogás, egy készfogás meg talán egy autólemosás, vagy nem tudom, mi volt. A Frábátó átok itt még nagyon hatott egy hete, aztán 8-kor, 8:30-kor Louis Patréval ezt leszedettük magunkról, és utána már elkezdett a dolog működni. Úgyhogy igen, pont egy hete voltunk Győrben. Na! Egy érdekes témát találtunk, és aki adott már el ingatlant, vagy szeretett volna eladni ingatlant, az talán szembesült a következővel, amikor is ugye valamilyen okból kifolyólag, hát nem tud eladni egy bizonyos ingatlant, mert elértéktelenedett, és rajta kívül álló okok miatt értéktelenedett el, okozhat nagyon sok minden értékcsökkenést. Ha te nem vigyázol a saját ingatlanodra, akkor te tehetsz róla, hogy nem tudod eladni, természetesen koszos, nem festetted ki, ápolatlan, dohányszagú, büdös, viszont van olyan, amikor rajtad kívülálló okok miatt beáll az érték csökkenés. Ez történt egyébként egy Svédország déli részén található kis községben, mert hogy több mint 1000 napja árulnak egy kétszobás házat Svédország déli részén, de senkinek nem kell, és az ingatlan ügynök szerint ebben közrejátszik az is, hogy nem túl jó a település neve. Aha. És állítólagosan nem akar senki oda költözni, mert a település neve Snorsilda. Hát nekem ezzel semmi bajom nincs. Ez nagyon jó. Snorsilda a település neve. Ha? Van egy kétszobás, nagyon jó alapú a családi pecó, és Snorsnildában van. Mi bajod van Snorsnilda. Ezzel? Megvennéd, megvenned. Nekem meg. Nagyon szép a rögzőm, hogy egy Skandinám Black Metal zenekarnak a neve. Nekem ez bejön. Ez egyébként jó, abszolút. Hát most hogy mondjam, hogy ez mit jelent magyarul? Mert hogy, illetve mit jelent svédül, és mit jelent magyarul is, mert le lehet fordítani, és a svédek is úgy értik, ahogy mi lefordítjuk. Azt mondja, hogy az egyik fele a szónak az péniszt jelent, a másik pedig a női nemi szervet, vagyis a nunit. És senki nem akar egy olyan helyre költözni, ami úgy adódik össze, hogy a nuniból és a kukiból csak trágárabbul kifejezve. Tehát ez a helység neve. Kukinuni falva, így van. Aha. Eladó még a kecó? Most már, most érdekel igazán. Igen, most kezdett el igazán érdekel, hogy kiklakhatnak vajon ott, igen. Elterjedt hát régi... megyesen, az érződik. Valószínűleg, igen, fiúk, lányok, elterjedt régi viking név volt, és hát így fordítják a svédek, és kiderült, hogy senki nem akar Nuni Kuki falvára költözni. Mert hát, ez a helyes fordítás, csak még egy kicsit durvábban, amit mi most nem tudunk elmondani. Nuni Kuki falva. Semmiféle fóbiám nincsen, de hogyha szimplán csak Kuki falva lenne, akkor az lenne nálam a kizáró. De Nuni falvára viszont annál inkább mennéd. Így, valószínűleg egyébként... De számít ez, hogy hívják ott a községet, vagy a település, hogy Kuki falva? Hol mondjuk, laksz? Kuki falván. Tehát bárhol, amikor bejelentkezel egy szállodai szobába, amikor egy hivatalos okiratot kitöltesz, ott kérik, hogy mi a lakcímed, és beírod, hogy Nuni Kuki falva. Hát írhatsz hülyeséget, hát sose írok én sem valós címet, tehát az összes szállodai bejelentkezel, hát azt írsz, amit akarsz. Tehát, hogy mit tudom én, például személyi dokumentumok megújításán lehet érted, és akkor a legyen szíves megmondani az állandó lakcímet. Nem, miért nem? De, hát ez kell. Nem, de. Na jó. És hányszor végigélheti. Ha lakcímkártyát csinálsz, akkor be kell mondani, de a legtöbb helyzetben, ha vagy valahol, és taxit kérsz, és megkérdezik, hova mész, akkor mondasz valamit, aztán majd utána eligazítod. Ugye egy nyári táborban, amikor ott vagy 10 éves gyerekként, és odaadod az osztályfőnöknek a levelet, hogy hagyják föl haza a szüleidnek. Nuni Kuki falvára. A Hannuni Kuki falvára érted, küldesz egy szép képes lapot anyunak és apunak, hát azért az picit kellemetlen tud lenni. De valószínűleg ez ilyen termékenységi okokra vezető vissza, valószínűleg a vikingek azért adták ezt a nevet a településnek, hogy jelezzék, hogy itt azért mit tudom én, bőgyerek áldásra számítanak, igen, vagy aztán. Vannak ilyen vicces település nevek egyébként. Most mondjuk Magyarország területén van egy csomó olyan, ami már ilyen tök elcsépel, de hogyha mondjuk a történelmi Magyarországot nézzük, akkor például Romániában tudomásom szerint van például Nagy Csula. Mást jelentett annak idején? Most. Nem. Akkor is ugyanez. Ez a tradicionális magyar neve a településnek, Nagy Csula. Vagy ott van például Bélörvényes. De én imádnám. Valami egy nyaralunk Bélörvényesen. Már a név előre jelzi, hogy mi történik vele. Igen. Ha ellátogatsz Bélörvényesen. Csap vizet, ne! Minden más, igen. Érdekes, és több mint 1000 napja árulják ezt a kétszobás házat, és lekutatták, és kiderült, hogy ezért nem akarják ezt megvenni, mert az emberek nem akarnak ilyen helyre költözni, amit itt hívnak, mert félnek attól, hogy vagy rajtuk marad az ingatlan, vagy félnek. De mitől félsz egyébként, hogy ott mindenki
mesztelenül járkál, és mindenki obszcén vicceket mesél neked a hentesnél. Tehát nem értem, attól milyen hülyék laknak ott, nem? Nincs, hát, igen, nem ugyanaz, tehát hogy nem nyomja rá a bélyegét a falu neve az embereire, vagy igen? Tehát nálunk Bugyiban, a Bugyiban lakók, azok mondjuk van. Hát nem hiszem, hogy nem nincs semmi. Ugyan normális emberek laknak ott is. Így van. Mónikuki falván nekem is. Nekem ilyet ott rokonom, elköltözött. De és miért? És azóta árulja a házat. De, szerintem ezzel nincsen semmi gond. Plusz, aki árulja most a házat, ő is megvette valamikor. Akkor még ez nem volt kizáró? Aha. Nem? Hát igaz, igaz, igaz. De vajon egyébként a településnek a város része is ennek megfelelően vannak el nevezve? Tehát nem alvég, felvég, hanem... Na, megjött az alázenénk. Ugye? Újra. Ugye? Tehát, hogy nem lehet. Hogy micsoda? Hogy mit mondtál? Hát, hogy például, mit tudom én, nem alvég, hanem farvég, és nem felvég, hanem... Igen. Lehet. Vég. Mindenesetre a bélőrvényes, az kifejezetten jónak tűnik. Kíváncsi nekünk, hogy mi történik egyébként. Felhívunk egy ingatlanost, és megkérdezzük, hogy mik azok az igazán értékcsökkentő dolgok, amikor nem a tulajdonoson múlik, hogy beáll az értékcsökkenés, hanem tényleg elét húznak egy másik házat, metált játszik a szomszédod, és nem lehet lelőni, és nem lehet kiírni, vagy kivonni ott a forgalomból. Tehát mikor van az, hogy értékcsökkent? És kell bejelenteni egy ingatlanra, vagy szipantos, kell könyvelned. Szipantos a szomszéd és a Laci megyben a telephelye is. És hazaviszi a munkát. Igen. Az nem egy szipantos, vagy hazaviszi a melót. Az nem túl jó, igen. Itt van Kati velünk. Hello, Kati, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Te ingatlanosként dolgozol, Kati? Hát nem konkrétan ingatlanosként, ingatlanokkal foglalkozom ismerősöknek és ezeknek a finanszírozásával, de azért elég sok ingatlan adásvételbe vettem részt. Na, mik szerinted azok az értékcsökkentő tényezők, ami alapján egy kicsit nehezebb eladni mondjuk egy ingatlan, de nem azért, mert hogy a tulajdonos nem vigyázott rá, és mit tudom, beázott, vagy penészesek a falak, hanem rajtunk kívülálló okok mik lehetnek? Hát nagyon nagy van a környezet. Van például olyan ismerésem, aki az Őrsvezértér környékén azért nem tudta eladni az ingatlanát, mert a hívek mindig ott a végállomás, hogy oda csapódnak ahhoz a megállító vashoz, nem tudom, hogy hívják. Az és jó, ezért, az ezért ő, neki úgy sikerült eladni, hogy csak vasárnap délután igen. Fogadta. És megadod egy 13 ezért percet, amíg nem jött a következő. De jó. Azért az a lakó, aki azt megveszi, és hétfő reggel realizálja, ez hogy a... szörnyen megvezették, nem? Igen, igen. Azért... Hát én erre azt szoktam mondani, hogy hát ugye egy ingatlanosnak az a feladata, hogy próbálja megeladni az ingatlant, ugye fölméri az ilyen hát, mondjuk eladást hátráltató tényezőket, és igyekszik, hogyha ha el akarja adni, olyan időpontban megnézetni ezeket a lakásokat, ami a legkedvezőbb, úgyhogy én mindenkinek azt tanácsolom, hogy minden napszakba menjen el abba a leendő lakásának a környékére, mondjuk a esetleg mulatozós lakótársokat felmérni, vagy bármit, mert azért rengeteg esetben az ember azért akar elköltözni, mert már nem bírja. Hányszor korrekt visszamenni egy lakásba, így vevőként? Ötször? Egy ötös az még bele kell férje? Én szerintem igen. Hát én mondjuk mikor lakást vettem, mondjuk közel 100, illetve családi házat agglomerációban, közel 100-at néztem meg egyedül, illetve az édesanyámmal, aztán a legjobb 10-20-ba elvittem a férjemet, megtalált. Tehát így azért lehet. Ez nem rövid projekt. Olyat lehet csinálni vevőként, hogy azt mondod, hogy ne haragudjon, kedves eladó, egyszer itt aludnék. Nem próbáltam, de egyébként azért van egy olyan sztorim, én ugye még el is végeztem ezeket a OK és tanfolyam és egyebek, és amikor végül is kiválasztottuk ebből a 100 lakásból a lakást, amit megvettünk, nagyon, egyébként nagyon aranyos volt az ingatlanos is, tehát tényleg minden jól sikerült, csak mikor első este fölmentünk az emeleti szobába, és fel akartuk kapcsolni a villanyt, akkor kiderült, hogy nincs fölvéve a villany az emeletre, úgyhogy ajánlom, hogy tudnék, volt fönn csillár, meg minden, aztán utána kérdeztem az idős házaspárt, hogy miért. Hát itt Pesten laktak, ezt csak nyáron használták, és akkor vendégek jöttek, azok laktak fönt, és gondolták, hogy hagy legyen szép a lakás, azért egy csillát föllógattak a plafonra, de nem volt villany, úgyhogy azt utólag fel kellett vinni. Sőt, olyat is hallottam, hogy a radiátorok is csak úgy oda voltak támasztva a falhoz az egy lakásban. Az kemény, igen. Hát nyáron nem biztos, hogy nyáron nem biztos, hogy kipróbálod, igen. Igen. Olyan volt, hogy szomszédok miatt nem tudtak eladni, vagy nem tudtatok eladni, mert hogy olyan vállalhatatlanul viselkedtek a szomszédok, hogy
le kellett tagadni, hogy vannak? Hát én szerintem ez nagyon sok ember így járt. Mikor a saját húgom az most tényleg csak azért akar elköltözni egy pár éve, költözött egy lakásba, mert hát a fölöttük lakók ilyen rettenetesek, tehát ilyen éjjel kettőkor randalíroznak leginkább, mondjuk ők meg elég korán kelnek, úgyhogy és hát végül is ez azért az idegeire mehet az embernek egy idő után, tehát mindenképpen szeretne megszabadulni. Na most a vevőnek nem ezt fogja mondani, hogy ezért költözöm el, mert nem bírom a fölöttem lakókat. Igen. Nekem is szólt az alsó alattunk lakó, hogy mikor nem vagyunk otthon, mert akkor hívna vevőt. Igen, hogy Feri, te vedd már le a magas sarkot, amely járkálsz, amikor béka nincs otthon. Hogy annyira igen, de én azt gondolom, hogy az ilyen kisgyerekeknél, hogyha az mondjuk az agyára megy alatta fölötte lakónál, azért általában nem 10 óra után meg reggel 6 előtt randalírozik egy kisgyerek, úgyhogy azt azért szerintem ki lehet bírni. Kicsit más, mint amikor ilyen belőtt fiatal sereg randalírozik éjjel az ember fölött. Szóval arra azért lehet türelme az embernek, és mondjuk egy kisgyereket nem lehet oda kötözni az ágyhoz, este 8-kor. Mondjuk hozzáteszem, nekünk volt olyan időszakok, amikor a filc darabot kötöttem, illetve ragasztottam a gyereknek a cipőjére, pontosan a cipőnek a talpára, hogy ne zavarjuk az alattunk lakót, aki egy kicsit, hogy is mondjam, csak túlérzékeny volt a témával. Miért nem vetetted levele a cipőt? Azt nem jutott eszedbe? Jó a filc, én értem. Csak... Jó, érdekes. Meg van, egyszerűbb lett volna, ledobja a lakás, amikor megjön. Igen, ez egy éles. Igen, de egyébként ez a leggyakoribb gond az ilyen emeletes házakban, hogy a gyerek dübörög. Hát most a gyerek azért hát van, nem, hogy dübörögjön. Az szóval. Ilyen. Igen. Megcsináltuk egyszer a szomszédos adást, hogy kinek milyen bosszantó szomszédja van, ott valaki vaskójóval edzett a feje fölött a hallgatónak, aki beírt, meg magas sarkuban táncolt, az egy jó adás volt, nagyon jókat írtak a hallgatók. Vannak brutális szomszédok, igen. A térségben a mindent vívő sztori az még mindig a Párkányi nővé, aki ugye 15 éven keresztül bömböltette reggel 6-tól este 10-ig. Igen, azt láttam, igen, azt az adást én is láttam. Nála súlyosan nincsen. De az mi van azzal a sztorival? Az megszűnt? Az a szellem ház, nem tudják, hogy ki volt, csak nem, tudják, tehát hogy tudják, hogy az illető, csak ugye senkivel nem áll szóba, senkivel nem kommunikál, de konkrétan 15 éven keresztül toltak reggel. És operált, ugye? Vagy operett? Az az operált. Komoly zenét reggel 6-tól este 10-ig, és nem tudtak vele mit csinálni, és már lázadás volt a településsel, hogy kivonják a nőt a forgalomban. Igen. Én egyébként azt gondolom, hogy mindig kettőn áll a vásár, tehát általában ezek a szomszédháborúk kettőn állnak, de mondjuk nekem is volt egyszer egy olyan idő szomszédbácsi, aki mindig ugye a kis zöldséges kertjébe hajnalba kiment, és akkor bömböltett a rádiót. Mondjuk ez hétköznap nem zavart, mert 6 óra körül fölébred az ember, úgyis dolgozni kell, nem probléma, de mikor egyszer szombaton úgy meguntam, és szóltam neki, attól kezdve szombaton nem szólt a rádiót. Tehát azért te szerintem, hát persze, ha bolond a szomszéd, akkor nehéz megoldani. De neki az eszébe se jutott, hogy szombaton mondjuk ne bömböltesse, és bocsánatot kérdés. Szóltál mondta, neki, hogy... igen, és elemet cserélt a készülékével. És egyből halkabban tudta hallgatni, igen. Kati, köszi, hogy elmondtad ezeket nekünk, vigyázz magadra, puszilunk. Én is köszönöm, szevasztok. Hello, ciao, hello. Na, nagyon sokan írjátok nekünk, hogy vannak különleges nevek Magyarországon is, persze, hát ezeket azért nyilván mi is ismerjük, ugye a nagy klasszikus, mint pornó, Apáti, ott azért nagy bulik lehetnek nyilván, és van a Bugyi mellett egy Pics, a községnév, és Szeged testvérvárosa, ezték küldte nekünk, Pulán lakom, ez más nyelven kukit jelent, egyébként, és Bátaszék környékén van egy Furkótelep nevű párházból álló falu. Igen. Azért az is erős. Mondjuk az is erős. Lehet sejteni, hogy valami a másokból kifolyogatták a településnek a nevet, nem azért, amiért most gondoljuk, mert valószínűleg nem arról volt szó, hogy kikapos volt az atya, azért lett pornó a Páti. Igen. Vagy Furkókálmán lakott a Furkótelepen, oda költözted az egész familiát, és az lett a Furkótelep, persze. De tetszik a név, mint pornó a Páti. Tehát azért el tudnám képzelni, hogy ott milyen szörnyű bulik vannak egyébként. Ondód? Tessék? Ondód? Nem az enyém, Mákos. Én letakarítottam magam után minden. Én nem ott ülök. Értem. Én nem értem, hogy jön ez most. Ákos Gerédbe a hírekre. Ne, az enyém biztos nem. Település név. Hát gyerekek, azért azon is. Honnan jössz Ondódról? Igen. Sokkal rosszabb ez a vezetékneved. Van egy Polgár Peti dalunk, még régről, lehet, hogy ezt előbányászuk. Azt én nagyon szerettem, amikor 1000 éve adtuk le, 3 percen keresztül település neveket fűzött egymásba úgy, hogy közben egy történetet kerített ebből. Zseni volt. És elindult valahonnan,
sok-sok településen keresztül ment, és aztán megérkezett valahova. Ez a dal több részt is csinált belőle. Lehet, hogy a hírek után, bár a tempója nem igazán reggeli, de meg tudjuk hallgatni, mert az összes vicces, jó nevű település benne van ebben a dalban, és minden település neve köré egy kis történetet szerkesztett, ami Petink. Igen. Hát az egy 10 pontos dal volt. Az egy nagyon jó kis dal volt. Kár, hogy utána eljutottam. Már nem pontozható kategóriáma. Hát igen, igen, a vége felé már nem volt, ami drága Petink annyira erős. El is váltunk. 80 pontosan, közben lehet jelentkezni Jóven bácsira, Beru nénire. És várjuk az SMS-eket, hogy ti milyen értékcsökkentő dolgokkal találkoztatok, amikor rajtatok kívül álló okok miatt esetleg nem tudtatok eladni egy ingatlant, milyen trükköt kellett bevetni, hazudni a vevőnek, éjszaka odahívni, reggel odahívni, vagy csak, ahogy a Kati is említette, vasárnap 2 és 3 között tudtatok ingatlant megmutatni, mert egyébként olyan dolog volt, ami miatt lehetetlen volt eladni. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek egy Bruno Mars dal után. Már itt is vagyunk az M1-es autópályán Győr irányában a 140-es kilométer előtti hídról mérnek a rend őrei. Szép napot nektek, ez Szandra küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán nézem, hogy mi van még. 31-esen a Péceli parkolóban KPM várakozik. Laci küldte nekünk, az Agyipkútnál most állítják a háromlábút, ez Üllőn van a 4-esen, és az M3-as 115-ös kilométerénél kamion személyautó koccant Miskolc felé. Ákos, köszi, hogy elküldted. Igen. És van még egy trafing a Balaton felé, az M7-esen az 50-es kilométernél, ott is elbújva mérnek, úgyhogy mindenki figyeljen. Mi pedig arról beszélgettünk, hogy ugye érdekes, mert egy svéd településen egy lakást nem tudnak eladni, Kukinuni falvának hívják ezt a települést, Rondában egyébként, csak hát ugye próbálunk egy picit finomítani, és senkinek nem kell, kiderült, hogy az ingatlanosok rájöttek, hogy valószínűleg a hely neve miatt nem akarnak ott lakni, és nem akarnak oda költözni, mert nem akarják elmondani, hogyha a lakosokat megkérdezik, hogy hol laknak, a frissen beköltözöttek, egyszerűen nem vállalják. Vagy akik beköltöznének, nem vállalják a hely nevét, és nem akarnak oda költözni. Igen, nem tudtuk eldönteni, hogy most ez a kanibalisztikus étkezési szokások miatt kapta ez a település a nevét, vagy pedig azért, mert nagyon komoly demográfiai adatokkal rendelkezik. Igen, igen, ezt nem tudtuk, minden esetre a hely neve jó. És arra kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk olyan SMS-eket, amikben elmondják, hogy az ő környezetükben miért nem tudtak eladni egy-egy ingatlant, mi volt az az értékcsökkentő hatás, ami miatt ugye bajban voltak, és vagy nem vették észre, és nagy hibába vették meg az ingatlant, vagy pedig hát nem sikerült évekig eladni. Nálunk a szomszédban egy diszkót csináltak 5 éve, 3 éve nem tudjuk eladni a belvárosi házunkat. Pedig nagyon szép és jó állapotban van. A fiatalok éjjel 2-kor üvöltöznek az utcán, dobálják az üvegeket, csikkeket, és oda vécéznek. Hozzáteszem, nem lehet bezáratni. Ezt Gendi küldte nekünk. Ez valahol a Buli negyedben lehet valószínű, a Romkocsmás negyed, belvárosi ház. De ott kertes házat ír? Azt nem ír semmi, hogy belvárosi ház, nem tudom. Az szép, hát ott az a Kazinci utca akkor környéke. Ott az nagyon nehéz. Nagyon toleránsnak kell lenni. Szerintem onnan mindenki kiköltözött. A délelőtt hívsz vendéget, vagy vásárlót. És külföldit. Aki nem tudja, hogy ott van most a legnagyobb belvárosi Buli negyed. A Kazinci utca, a Romkocsmák, Gosdúdvar, hát azért az ott most kemény. Kellemetlen. És Sándor éjszakai munkát válasz. Igen. Vagy éjszaka dolgozott tényleg. Nappal, amikor csönd van, akkor tudsz aludni. Igen. Néni felettünk minden este 9-kor indult be a néni a radiátorütögetést, vasgolyópattogtatást, és 4 és 5 között nézhettük meg a lakást. Ő már meg is vette ezt. Igen, mert a néni közben mesztelenül rohangált éjszaka a folyosón. És mindig csak 4 és 5 között nézhettük meg a lakást. Első éjszaka, na az volt az igazán jó. Utána megnéztük jobban a tulajdoni lapot, és kiderült, hogy 4 év alatt 14 tulajdonosa volt. Jaj. 14 tulajdonosa volt a lakásnak. Bizony. Még gyerekek, azért a gyanúsnak kell lenni, ha 4 és 5 között nézheted meg a lakást mindig. Hát nyilván azt mondja, hogy... Lénit addigra ütötte ki a Rivotril, vagy mi történt? Tehát ott volt az, amikor Lénit úgy tudták leszedálni, hogy 4 és 5 között aludt. 5-kor megint kiment a nyugtató hatása, és 5-től a néni megint rohangált egy picit. Igen. Azért ment vissza az ápoló, hogy a szíjakat kiengedj. Igen. Most, mikor tudok megnézni az ingatlant? Hát 4 és 5 között. Reggel? Nem. Hétvégén? Nem. Nem, sajnos nem. Holnap? Igen. Csak 4 és 5 között? Az gyanús.
De azért az gyanús. Most hozzá egy sztorit. Reggel 6-tól dolgozom, és 4-re haza tudok menni, de van egy másodállásom, amire meg 5-kor el kell induljak. Uh-huh. Hát figyelj, mi amikor házat vettünk, most ahol a lakunk, én kikészítettem az előző tulajdonost. Tehát mi oda mentünk napfelkeltére, megnéztük a napbeesési szögét, becsöngettünk délben, oda mentünk váratlanul, hogy nézzük meg, hogy milyenek és milyenek a szomszédok. Hajnal 3-ban. Oda mentünk úgy. És 2 órája váltunk csak el. Oda mentünk úgy, hogy nem mondtuk meg, hogy megyünk, megálltunk a ház előtt, hallgatóztunk, hogy milyenek a szomszédok, nehogy az legyen, hogy ő szól a szomszédnak, hogy vevőjön most egy picit, ne flexeljetek, jó? Vagy autóbontó van mellettük, tudod, légy igaz, áll egy 1,5 órára, mert jön a vevő, és most nem tudom eladni az ingatlan. Álltuk ház előtt, néztük, megnéztük este, hajnalban, tavaszi délben, téli napsütésben, pici hóval, tehát egy 3-4 éven keresztül szakköröztünk, mire kiválasztottuk. Nagyon-nagyon. Messziről távcsővel megfigyelés volt. Minden, lekutattuk a rokonokat, kikértük a tulajdoni lapokat, minden, de tényleg. Szóval, hogy nagyon sokat voltunk ott egyébként. De muszáj, hát ezt így kell csinálni, hát mert gyanakónak kell lenni. Látjátok, ebből is mi lehet. És valószínűleg szegények, hogy feküdtek az ágyban, így átölelve egymást, és azt mondja, aj, végre egy saját közös lakás, mindig erre váltunk, nem szíme, és föntről és akkor elkezd pattogni egy vasgolyó, aztán pedig egy üvöltő mesztelen öreg asszony, elrohan az ablak alatt. Tudod, és így, ne. Úristen, igen. Hát, az kemény, de muszáj. Muszáj tényleg résen lenni. Na, megtaláltuk a Peti dalát, és itt többen kérik tőlünk, hogy adjuk le. Van még időnk, azon gondolkozom, meghallgathatjuk. Meghallgathatjuk, belefér. Ez ugye arról szólt, hogy Peti nagyon szellemes módon összefűzte azon magyar településeket, aminek a neve jelent valamit, vagy egy kicsit szexista, vagy egy kicsit a szexről árulkodik, és ő egy történetet kerített a település neve köré, és elindult valahonnan, és eljut valahova úgy, hogy a település neveket pedig hát egy sztoriba foglalta. Az Peti munkásságának a csúcspontja szerint. Igen, az egyik legjobb. Úgyhogy ezt meghallgatjuk, mert nagyon sokan kértétek tőlünk SMS-ben, és közben mondom, hogy lehet jelentkezni Óven bácsira is, ha valaki játszana, gyorsan dobja nekünk egy SMS-t, mi pedig jövünk Peti dala után. Ezelőtt étről indultam, és bugyinát Sáriba jutottam. Tökön egy kicsit megpihentünk, Magyarót után Herédre mentünk. Na, mi jön most, talált ki, előttünk pornó a páti. A lánycsók után jött a nyalka, siklós, heves, csurgó ajka, és hövelybe majdnem bejutva, hirtelen vatta állt az útba. Majd rum egy kis életet ver beléd, makkos hogyka, majd ver beléd. Éreztem, hogy ő is akarta, de ondódon a szemét eltakarta. Mérgesen pár napig laktam, este sátán tüzet raktam. Jó volt a babodi vacsora este, holnap vár rám majd szeleste. De ha nem vigyázok, és jön egy baki, egy másik út vár a hernád kaki. Na 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 na. Drága szerda helyen alpolgármester lettem, pince helyen egy bort csapodra vertem. Alsó vadászon egy jót egyek, galambok, szarvas és nyúlhegyek. És úgy felráznak a kátyús utak, hogy fekete erdőn csurgó húgyag. Jó volna egy csaják, de főleg bacski, a neten pár leány vár és randi. Egy nőt nincs már, ha számomat kérte, szexád lesz, ha megyek érte. Tetétlen csak a domát lököd, közben itt van Csécse és Öcsöd. Tessék, itt egy virágcsokor, nekem jó lesz nagy szénás vagy bokor. De van egy kis baja,
ez a gondja, fertőtt folyás, ragály gomba. Jött a tököl, majd a kokad, inkább Verőcére utazom holnap. De írt egy szőke nagy csícsmára, bujákon vár pásztori órára. De útközben egy hívást kaptam, Erzsinek hívják és elmúlt 60. Nem baj, úgyis elindultam már, de Erzsébet helyett Béla vár. És ha valaki a szerző nevét kérdezi, két hely polgár és Péteri. Na 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 na. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, azt mondja, hogy besenyő telken sünök az út szélén, Anett küldte nekünk, Siófokon, Vakbottyán, dupla körforgalom, kutyák hágnak, vigyázz rájuk, Krisz. Küldte. M35-ös, 4-es, 5-ös kilométer között egy csomag a belső sávban, ezt nem tudjuk, hogy mit jelent, minden esetre ott is vigyázzon mindenki. Kérdés, hogy mekkora csomag? Kis csomag, nagy csomag, meg lehet állni érte? Jó, az még valamire? Azt hittem, azt mondod, hogy a kérdés, hogy mekkora kutyák hágnak? Mekkora, az is fontos. Nagyon óvatosnak kell ilyenkor lenni, nem szabad megijeszteni őket, ez a legfontosabb. Tapintatosan kell elsétálni, vagy az ellenkező irányba, vagy kerülőúton, vagy pedig nagyon halkan mellettük. Nehogy baleset legyen belőle. De milyen baleset tud lenni? Hát összeragadnak. Maradnak. Összeragadnak, aztán nagyon furák, mert így egymásnak háttalálnak, de gyakran így hát hosszú időn keresztül. És mennének ugye szegények egyik jobbra, másik balra, de van, ami összeköt. Én nem láttam még olyat soha. Nem? Soha. Életemben nem láttam. Nagyon furán néznek. Olyan két kutya egymásnak háttaláló, de olyan, hogy az egyik megpróbál a másikra fölkapaszkodni, azt igen, de az, maga az aktus, én azt még soha nem láttam. Ez, amikor megijesztik őket, akkor ugye történik egy összehúzódás, és akkor megriadnak, és egymásnak háttal így áll a két kutya, nagyon furán. Nagyon furán. Édesapám elég eredeti módon sétáltatta annak idején a kutyusunkat, ami nem volt ivartalanítva, és ő vele elég gyakran előfordult. Ez a sétáltatást értsétek úgy, hogy mennyi! Kertkapu kinyit, majd visszajössz. És vele előfordult. Igen, csutak csúnyán járt sokszor. És durván néznek ki? El akarnak menni ellentétes irányba? Igen. Igen. Ki mérít talált, hogy a természet? Te az elejét láttad. Én mindig csak az elejét láttam. Igen. Na most az megtörténik, amikor jön a zár, akkor a fiú kutya ugye megpróbál menekülni a zárból, tehát kifordul szegény, és az nyilván irgalmatlan fájdalom lehet neki, és utána ők megpróbálnak szétfelé menni, de nem tudnak. Igen, mintha nem tudnák eldönteni, hogy most igen, barátok vagy össze vannak. Kettőt erre, kettőt arra. Szegénykék, és utána egy ilyen nyugisabb időszak kell, amikor mindenki nagyon kellemesen elernye, de hát, hogy attól feszültek, magától a szitúdól feszültek, tehát, hogy attól feszültek, ha feszültek, nem mennek szét. Ha nem mennek szét, feszültek. Megoldhatatlan, mi? Szörnyű helyzet. A macskák is ugyanígy nyomják, hogy a macskák nem így nyomják, a macskák is lefordulnak egymásról? Összeragadt macskát nem, még nem láttam én sem, nem tudom, hogy ez hogy zárjuk. Ők meg ilyen dühből csinálják, tehát én azt vettem észre, hogy ők meg ilyen nagyon-nagyon, tehát hogy ez a vernyogás, meg vicsorgás, meg izé, tehát hogy kicsit olyan agresszív az egész szituáció. Mert ott az egyik akarja, a másik nem biztos. Egy gyerekkoromban rettegtem tőlük, amikor hallottam ezt a nagyon fura, ilyen, ezek a bagzomacskáknak a hangját, olyan volt, mint a gyerek sírás. És volt olyan, hogy konkrétan elmentem egy másik utcába, nem mertem bemenni. Két macska állt egymáshoz szemben az aszfalton, és tolták ezt a... És akkor így, nem mondom, nem, igen, én ebben nem akarok belekeveredni. Hát már láttam magam előtt, ahogy így az arcomról próbálom letépni őket. Ilyen kis Janika két bagzom macska, jó, egy 4 kilométert került. Igen. Ja, gyerekek, nehéz kérdések vannak, tudom, ezért most 100 forintot kell dobnom, de most ezt be kellett mondanom, mert ma Murray Federer van! A kutya! Aha. Tudtam, és hogy... azért erről beszélni kell egy kicsit. Nem a fröccsök igen. miatt hánykolódtam egész éjszaka. Hanem nem a fröccsök miatt, hanem emiatt. Murray vagy hogy... Federer? Hát. Federer vagy Murray, gyerekek, ez most egy komoly kérdés, és nem tudom. De egyébként
Csak mondom, Balázs, de most őszintén, Möri vagy Federer, vajudom. Tehát segítség ki, féleképpen kezdtem én most el a teniszről beszélni. Nem önmagamtól. Nem önmagamtól, elnézést kérek mindenkitől, aki nem szereti, de igyekszem rövidre zárni. Ma játszódik a mérkőzés? Vagy hónap lesz? Igen, ma játszanak. Ma játszanak, és hát... Csak Federert mondhatsz. Ki milyen szériában van? Belevágjak, mert nem, csak mondom, hogy tudod, hogy egy ilyet, akkor elkezdem neked mondani, hogy hogy állnak, mennyit találkoztak, hányszor játszottak akkor együtt, hogy állnak. Most... Jelen pillanatban, hogy állnak most, ki vezet a meccsekben, mikor volt Federeré inkább ez az időszak, mikor volt Murrayé, hogy állnak egymás ellen a csatában, ki nyert többet, ki nyert kevesebbet, mikor találkoztak utoljára, tehát bele tudok vágni, csak az lehet, hogy egy picit hosszabb lesz. Jó, akkor zárjuk le, szerinted ki fog nyerni, csak ennyi. Hát ja, de ezt meg így nem lehet volna. Jelen pillanatban 12-11-re vezet Federer. Az ő kettőjük találkozásában. Aha. Tehát egyet többet meccset nyert Federer, mint a Murray. Ez egészen biztos. Ugye, hát 2012-ben nekik volt egy nagy döntőjük, akkor Roger behúzta fűvön a dolgot, és megnyerte Wimbledont. Aztán pár héttel később az olimpia fináliában újra találkoztak, azt viszont behúzta Murray. De ott nem majd volt fű. Az Ausztrál Open elődöntőjében 2013-ban. Tessék? Ott nem volt fű. De, ugyanúgy volt fű. Az hát, is füves? A fű, persze. Aha, jó. Hát, mit tudom én, hogy sorakos... Londonban volt az olimpia. Megvagy. Jó. És ugye Wimbledonban játszottak, fura is volt, hogy színesben játszanak, reklámfelületek vannak, tök fura volt az egészet. Látni, hát Wimbledon hol van, ehhez nem szokott hozzá az ember. A borításonkénti átlaga mi a két teniszezőnek, illetve a sérülések melyiküket sújtották jobban az elmúlt időszakban? Balázs. Köszönöm a kérdést, nagyon jó kérdés. Jelen pillanatban Murray van túl egy nehezebb időszakon. Mióta a Federer az Edberggel van, azóta neki sokkal agresszívebb lett a hálónál a játéka. Murray a 9. hónapban lévő Moresmóval edz éppen, és ő is javult, de Murray egy nehezebb időszakon van túl, ott hagyta lendült, edzőt váltott. Egy keresnővel ráadásul így van, és az utolsó három meccsüket Federer nyerte. Tehát, hogy jelen pillanatban Federernek áll az ászló, mindhármat 2014-ben. Akkor játszottak ők utoljára. Közben ugye Federer elkezdett az Edberggel edzeni, és baromi agresszív lett a hálónál. A terhesség oka egy jó szóra nyúlt frissítés esetleg? Vagy másra is van idejük, hogy hosszabb megbeszélés. Azt nem tudom, hogy miért kitől terhes a Moresmo, de nem a Murraytől. Tehát, hogy csak azt látom, hogy nagyon cuki az edzője, mert... Egy szervaró nagyon jól sikerül. Igen. Tehát a jelen pillanatban az esélyek azok inkább a Federer mellett szólnak. Ugyanakkor Murray ugye hazai pályán játszik, ott lesz a királyi pár, ott lesz ma Beckham, jön mindenki, felvonul. Szerintem őket rakják a centerre, sőt, már lehet, hogy mind a két meccs centerre játszódik, mert ugye Gyoko Gászké van. Úgyhogy igen, elődöntőket már a centerre játszanak. Uh-huh. Azért nem is játszák egy időben. Úgyhogy királyi pár, hazai közönség. És ki megy a főnök asszony is? Böske? Ma? Bözsi? Mama. És ki mehet, Bözsi? És bedobja a bugyját. Endi! Endi! Írd alá, írd a vissza! És Murray beleszól. Királynő, megnyerem neked ezt a harcot. Csak neked verem meg ezt a harcot. Igen, és a mama bedobja a bugyját. Endi, ha nem nyered meg, te büdös külön, nem ütünk lovakká. Azt hiszem már egyébként ez is megtörtént. Szóval, hogy... Igen, ugyanakkor Murraynek a salak szezonja nagyon jól sikerült. Úgyhogy, gyerekek. De bonyolult. Én addig mondom, amíg nem szóltok, hogy álljak le. Hajjaj. Na mindegy. És aki ezt megnyeri, az a másik oldalon találkozik majd a Gyokóval? Igen. Már ha a Gyokó nyer. Biztos, hogy a Gyokóval. Jó. Igen. Ennyit erről egyelőre. Ez több tételes fogadást. Bizony. Nagy vonalakban ennyit most a teniszről. Bizony. És hogy legyen valami magyar vonatkozása is, azért ne felejtsük el, hogy Babus Timiék párosban elődöntősök szintén. Ugye Wimbledonban, ami azért hatalmas dolog. Igen, hát tavaly ugyanígy voltak, igen. Akkor már kicsit uncs is, nem? De tökre unják már a tejszja volt, és az epret, a vörösszőnyeget, és minden más, ami, a döntően jel. Jó, 9 előtt, 9 után, 10-kor visszatérünk még erre? Nem. Nem úgy értem, már csak most, egy fogadás erejét. Mondjuk jövőn a 9-e és 10-e között. Akkor zárjuk le most a fogadási tételeket? Szerintem igen. Jó, akkor most van ez a Federer muraj, ahol te nyilván Federerre fogadsz, nem? Nem vicce, hát ez... Nem engeded el. Jó, akkor én erre a másik Endire tartom a... Jó, és akkor ha Gyoko Federer, akkor ott meg még egyszer. Igen, Federer. De ha Gyoko Murray, akkor nem. Akkor már nem fogadunk. Jó, én meg arra fogadok, hogy Bözsini nem tudja egyetlen mozdulattal letépni magáról a kincstári alsót, hogy bedobja Murray. De jó lenne, a Bözsini néni bedobná bugyját Murraynek egyébként. Szóval szerintem Federer, de nem is nagyon teltek ellene, te Murray, és ha Federer Gyoko, akkor ott pedig tartjuk a Federer, te pedig Gyoko. Hú, ezzel én halálj, Billy!
Billy, mert nem Billy, ő Andy. Ja, Bill Murray is. Ja, Bill Murray, a Billy az más. Billy, anyád a Billy, Andy vagyok. Ja, és bocs, már megnyertem Wimbledon. Az olvasó szemüveget hoztam meg. Megnyertem két Grand Slamet meg az olimpiát. Anyád a Billy. Kiabál vissza Andy a királynőnek egyébként. De jó ez, amikor bevonulnak ott a királyi pár, köszönnek neki, uh-huh, mindenki fehérben van, gyerekek, annyira elegáns, hogy... Fúj, habot az eberkelyhebre! Az én kelyhemre is, az én kelyhem olyan, mint egy friss mangókehelyem. Gyere be az öltözőbe! Ajjajaj, teniszt, imádom a teniszt, gyerekek! Ellen, tényleg? Sose gondoltuk volna. Mindig hevesebben kezd verni a szívem, amikor erről tudok. Azt hittük, hogy csak miattunk beszélsz erről. Aha. Hevesebben kezd verni a szívem, amikor erről tudok beszélni egy kicsit. Higgyétek el, mindenkinek van valami megszállottsága. Isteni átok, hogy én ülök mikrofon mögött, és emiatt most a teniszt kell hallgatni. De most gondoljátok, mondjuk videótorajongó lennék. Hát aha, na azért nem izgalmasabb a teniszről beszélni, mint ha mondjuk magyar futballrajongó lennék? Vagy drukkolnék mondjuk a, nem tudom, a Győrnek? Vagy már NBA-ban vannak, vagy nem tudom. Nem? Mi hát, ne, mert most ezzel gondolkodtam, hogy a videóton alatt mit értesz, a foci csapatot, vagy pedig a korábbi nagy technikai eszközöket gyártó cégét. Igen, mert felé inkább IT-ti Nokia-s, én meg imádom a korrenyet cuccokat. Na jó, oké. Nem kínzom ezzel, drága hallgatóinkat. Bocsássátok meg, de hát igen, szóval, hogy azért a Wimbledon az nekünk teniszrajongóknak egy nagy ünnepség. Hmm. Figyelj, akár is nézik, nagyon sokat teszel a teniszért, hogy az egy, emberek... Lassan a teniszszövetségben lenne ilyen. Megutálja. Ja, hogy ne. Nem, igen, ez két élő, tehát aki utálja, az most már elkapcsolt, aki nagyon szereti, az még szívesen hallgatja, abból van néhány ezer, az utálókból meg több, úgyhogy abba is hagyom. Jó, nem beszélek többet a teniszről. Két díszvendégünket, Tarocit és Balást. Nézzük a női ágat, ugye Serena Williams szerezheti meg 20. Grand Slamét, nem? Ne. Ma már nem megyek vele. Na, egy internetes portál egy nagyon helyes kis dolgot szedett össze, és erről mi is beszéljünk, mert szerintem minden hallgatónkat érinti az, hogy milyen, amikor elindul valaki a párjával nyaralni, legyen szó férjről, barátról, szeretőről, nőről, feleségről, vagy női szeretőről, mindegy, ketten indulnak el, nincs anyós, nincs, most tételezzük föl, hogy gyermek, tehát nincs más konfliktus forrás, csak ti ketten egymásnak. Talán sokan átérték már ezt a helyzetet, és összeszedték, hogy miért van az, hogy általában, ha a párok tényleg gyerek nélkül, anyós nélkül elmennek csak ketten nyaralni, akkor minden nagyon idillinek indul, és aztán egy-két napon belül megtörténik az első nagy összeveszés. És állítólag ennek egyébként okai vannak, mert hogy körülbelül 50% vesz össze egészen biztos, hogy a nyaralás első 2-3 napjában a más típusú nyaralások miatt. Mást akar a nő, és mást akar a férfi, és bizony sokan nem ismerik föl, és konfliktus forrás lesz abból, hogy ketten mentek nyaralni, imádjátok egymást, egy, és ha a második nap akarod belefolytani a gyerekmedencébe, akarod megölni, vagy hívod fel a barátaidat, hogy jövőre csak veletek, srácok, ezt a nőt én nem viszem el többet nyaralni, hiába a feleségem, hiába a csajom, nem nyaralok vele többet. Nem nyaralok, elválok. A repülőtéren még szeretitek egymást, a repülőn még sorsmogyorót tesztek egymás szájába, ha busszal mentek, keresztbe eszitek a téli szalámi szendvicset, és fogjátok egymás kezét, és minden gyönyörű. Ez szép kép, ez. Hát nem mindenki megy repülő, valaki busszal, kocsival, amit mit tudom én, ugye? Megérkeztek egy forró szeretkezés az első este, és azt hiszitek, hogy most jönnek a kellemes percek. Az új mézes hetek, és a második napon megtörténik a veszekedés. Ennek nagyon egyszerű oka van, azt mondja ez az internetes portál, ez egy német kutatás volt egyébként, és más miatt aggódnak a férfiak, más miatt aggódnak a nők. A nők azok, hát tulajdonképpen saját magukkal vannak elfoglalva, ami például a pasit egy idő után irritálja. Is, saját magukkal is. A pasik közben több szexet akarnak, mert hogy pihennek, a nő viszont erre nem hajlandó. Erre a férfiak más nőkkel szeretnének több szexet. És emiatt a nő megsértődik. Igen. És a nők ilyenkor még többet kezdenek beszélgetni, a férfiak viszont szeretnének üldögélni a tengerparton, pihenni. A nők nagyon fontos pont ebben az összesítésben. Például elkezdenek aggódni a saját alakjuk miatt, a pasik ettől a falra másznak. Hogy mi a fürdőruhában? Hogy fürdőruhában, kövér vagyok, nem jó a fürdőruhám, nem hoztam másikat, miért csak egy fürdőruhát hoztam? Igen, miért nem részes kettőt hoztam, miért nem egy részest? Na látom, igen, ott is van. Van baj. Igen, tehát mindenki ismeri ezeket, miért ezt a fürdőruhát hoztam, miért nem egy részes, miért nem kettőt. Szóval, hogy mást akar a nő. Vedd le azt a rohadt örökközet a derekadról, nem akkor a seget, de igen, akkor nem veszem le, de vedd le, nem veszem, maradjál már, senki nem ismerít minket, de ha találkozunk valakivel, de előtte se akarom megmutatni, veled élek 20 éve, gondolkodjál már, gondolkodjál te. Jó, mindenkinek van saját élmény, abszolút.
összeszedte a portál és leírta azt, hogy a nő például két nap után elkezd unatkozni. Abszolút ismerős. Uh-huh. Menjünk kicsin, fedezzünk fel másik tengerpartot. Nem menjünk életem, nézzük meg, hogy ezen a strandon kívül van-e még élet. Amíg a férfi, nem megyek sehova, rohadjon meg mindenki, adjatok egy hideg sört, itt akarok ülni, nekem ez jó. Pihenni jöttünk. Azért jöttél, hogy feküdj a parton. Én el vagyok, van még 120 oldal a lezirélelő eszemből. Minek kajtassunk, hova menjünk? Két nap, három nap után a nők elkezdenek zsizsegni, hogy nem vehetik meg a kedvenc tárgyukat, nem vásárolhatnak és vihetnek haza szuvenírt, ugye? Ez a gyere Józsi, menjünk el vásárolni, mert még anyádéknak nem vettünk semmit. És mondom, hogy nem is akarok neki venni. Igen, igen. Nem viszek izét, nem viszek egy fölfordítható piramist, nem. Minek? Még nem vettünk semmit, még magamnak se vettem semmit, hát ha nyaraláson se vehetek semmit, nem igazi nyaralás, miközben a férfi nem akar kimenni a szállodából, vagy nem akarja otthagyni a vízpartot, és nem akar, nem tudom, alkudozó emberek között sétálni 40 fokban. Nagyon erős konfliktus forrás ez is. Ugye? Ezek a tipikus sztereotíp nyaralásos konfliktus forrás. Egy nagyon-nagyon fontos dolgot nem is említettünk, egy olyat, ami szerintem talán már a második napon előjön is, amivel szerintem, és vessetek megért a nyugodtan, a férfiakat lehet leginkább kihozni a sodrukból, illetve szétpukkantani ezt a kis színes szappanbuborékot, a telefonáljunk haza, mi lehet a gyerekekkel. Semmi, jó van. Te, hogy tudod, tehát, hogy végre, hosszú-hosszú évek után együtt lehettek, végre valahogy megoldottátok, hogy a gyerekekre tudjon valaki vigyázni, végre egy picit egymásra találhattok megint, egy kis intimitás lesz megint újra az életetekben, felfedezitek egymást, mi lehet a gyerekekkel. Igen. Nekünk is volt ilyen, megszöktünk valahova két napra egy éjszaka, tudod, és látom rajta, hogy szomorú. És én megyek, és na most úszunk, koktél, vízbe, hideg, jeget, sört, kiesszük, isszuk a minibárt, két napunk van, behozunk mindent. Neved vissza az alsót, felesleges! Rohanunk reggelizni, beleugrunk a medencébe két nap. Hát akinek gyereke van, tudja, hogy milyen egy napra egy éjszakára megszökni a gyerekek elől. Erre vágytok? Végig aludni egy éjszakát, reggelizni egyet nyugodtan, fürdeni egyet, de már tudod, hogy vasárnap délben lassan indulsz haza, de van 24 órát. Hát ez maga a kánoán. Két gyerek elől azért néha így megszökni. És azt látod rajta, hogy nem felszabadul. A harmadik órában baj van. És te úgy vezetsz, mint az állat, már ott lennél a hotelben, nagyon mennél, nagyon élveznéd az életet, végre egy kis pihi, és azt látod rajta. És akkor elindul ez a, jaj, de úgy hiányoznak, jaj, de mi lehet, jaj, de nem kéne haza telefonálni. Anyám még nem telefonált, lehet, hogy valami baj van. De azért nem telefonál, nem, azért nem telefonál, nincs, nincs baj. Baj, érted, ugye? Igen. És akkor te úgy mész el, hogy úgy fogsz visszajönni, mint egy ilyen főnix, aki a porjaiból támad fel, hogy gyakorlatilag újra tele leszel vitalitással, életerővel, újra szerelmes leszel, és utána pedig újult erővel vághatsz bele a család életbe, és nem. Ő haza akar telefonálni, hogy megkérdezze, hogy mi a baj. Igen, ez is ez. Megnyugodtál? Igen, de még majd azért telefonálok. És 5 perc múlva már telefonál. Mi például hosszabb útra megyünk, nagyon masszív konfliktus forrás, hogy én az első napon azonnal megérkezünk, csomag lerak, fog, hogy gyerek megfog, ahol van tenger, medence, bánai, bele. Tehát ne. Viki szeret, hogy a másfél-két napig kipakolni. Tehát nála ez egy ilyen szeánsz, hogy úgy megérkezünk, belakjuk a helyet, tápszer, cumisüveg, melegítő, pólók szépen eligazítva, pólók ugye? A gyereknek, délelőtt megérkezünk, bemegyünk a szállodába. De nem csak úgy pólók, hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, pólók. Este 6-kor ülök a gyerekekkel a medence partján, kissé magányosan, hogy hol van az én feleségem, felmegyek, és azt látom, hogy tápszer, cumisüveg, légzésfigyelő, és mindig pakol, erre rámegy egy nap. Mert ő azt mondja, hogy neki kell, tehát hogy neki be kell lakni a szobát, aha, mert ő úgy érzi, hogy olyan, mintha otthon lenne, két gyerek rendszerben gondolkodni, ami egyébként nyilván nem könnyű. Ezek, gyere már, menjünk már tengerbe, fürödj, ígyunk már valamit, lemaradunk már csak 10 nap, és megyünk haza. Mi lesz így a nyaralással? És ugye az egy nap kipakolás, az egy nap bepakolást is jelent majd. Igen, egy nap kipakolás, egy nap bepakolás, és ez nekem évekbe tellett megszokni, hogy ha mi megérkezünk valahova, fogom a két gyereket, amíg egy volt egy gyerek, elvonulok, és egy ilyen bruttó 18 óráig nem megyek a szoba környékére, mert akkorra végzett a kipakolással. Nem látod, hogy még nincs lenne. Már nem csesztetem, már nem hívom, már nem mondom, hogy gyere, már nem dobálom az ablakát a medencéből kővel, hogy jöjjön már le, és kicsit élvezzük már, hogy együtt vagyunk. Egy ilyen laza 18 órára kell tűnni. Ami neked nettó nyaralás, az neki bruttó nyaralás. És elejön belőle a pakolás. Ez de ő úgy érzi jól magát, ő neki nem elvesztegetett nap az egy nap, hanem ő megérkezik. Ő egy 24 óráig érkezik oda, ahova megyünk. Azt kéne csinálnod, hogy előre leküldeni egy nappal korábban, hogy ki tudjon pakolni. Egy nappal előtte elrepül. Igen, kipakol. Kipakol, és mire oda mi megérkezünk, gyerekek, minden a helyén van. És akkor tudjuk kezdeni a nyaralást.
Mert én meg szeretem azonnal bevetni magam, persze, tudod, csomag, ledobod, és a szobából ugrod a seggest bele a medencébe, egy nagyon hideg mohítóval a kezedbe, úgy, hogy a gyereket itt szorítod. Sorry, ször, holnap már víz is lesz benne. Uram, uram, ne ugorjon, én meg állok kint az erkélyen, és apa, apa, ebbe a medencébe nincs víz, nem baj. Akkor is, de legalább a fürdőgatyád vett fel. A karúszó sincs rajta, nem baj. És azonnal ugrunk. Na mindegy, szóval ő pakol. Ő pakol. A legrövidebben összevesző, vagy a leghamarabb összevesző pár, az nekem a Ferihegy egyen volt. Hát az is nagy klasszikus, igen. Hát, szerintem a csomagolásnál már sokan összevesznek. Az is jó. Megmondtam, hogy tedd be. Na, miért nem hoztuk ezt? Szolgattuk a Ferihegy. A szendvicsek? Milyen szendvicsek? Te teszed be. A szendvicsek? Mondom, milyen, mondta a nő, milyen, te teszed be, nem? Te otthon hagytad azt, kurva szendvicset! És ezen, de hát nem minden. Igen. Hát mondjuk, nem minden. Ahol nem haszéljen, az Feri. Meg, tehát szendvicset vinni a repülőre különek. Igen. Nagyon az lehet. A fasírozott! A paprika! Igen, az egy csárternyaralás lesz valami, az nagyon klasszik tud lenni. Nekem nem az üvöltözős, hanem a kicsit rezignált, kicsit beletörödös fóliát, vagy a fóliát rárakatod már a bőrönre? Rá, persze. Jó, mert benne voltak az útlevelek. Nagyon klasszik. Igen. Hú, de gyönyörű az. Igen. Állj, ne fóliázzák tovább, benne vannak az útlevelek. Igen, fú, de szép. És indul egymás gyilkolása. Na, nézzük meg, drága hallgatók, azok, akik régen mondjuk még nem volt gyerekük, és elmentek együtt nyaralni. Tehát most tényleg ne azt nézzük meg, hogy milyen, amikor, mit tudom én, már a gyereken vesztek össze, vagy az anyós ott van, vagy az anyuka, vagy nagymama, vagy bárki, hanem amikor a régi szép időkben, vagy akár most is ketten elmentetek, és egy nap után jöttetek rá, hogy kezdtek egymás agyára menni, mert tényleg máshogy nyaral a férfi, máshogy nyaral a nő, mi az, amin a leghamarabb tudtok összeveszni nyaraláskor, mi az igazi konfliktus forrás? A medence, a tenger, a vásárlás, az ajándékok, a minden nap máshova költözés. Hát amiket felsoroltunk, szerintem nem is nagyon kell mondani, mindenki tudja, hogy miről van szó. Mind veszekedtek nyaralás közben. Jó, várjuk az SMS-eket. SMS számunk 06 70 645 000. Jövünk Ákos híre után. A Klassz FM-en. 8:42 szép reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Jó reggelt, itt vagyunk. A hét utolsó napján jó idő lesz, hétvégén nem lesz vihar, elment a hidegfront, és kánikula sem lesz. A legjobb fesztiválozó, bulizó, nyaraló, pihenő idő. Légkondisos tévéstúdiótok. Kérem. De látod, még így is milyen becsülettel tolom, hogy igen, a fesztiválozó, a bulizó, a nyaraló, a balatonozó idő. Mert hát legalább rajtam kívül mennek sokan. Majd elmondjátok hétfőn. Merre voltatok, küldjetek víz, fotókat, felrakom az Instára, mondjátok el, milyen a Velencei tó, milyen a hek, milyen a Balaton. Nem megyek, mert nem akarom fájdítani a szívedet, inkább majd sokat alszok, sportolok, tévét nézek, nem megyek nyaralni. Nem, mi van a tévében, mi van a kedvenc sorozataimmal, mi van a Banshee-vel, a Trónok harcával, mindennel le vagyok maradva, a Wayne World Pines-al, mindennel lecsúsztam, de majd most. Viszem a kis laptopomat a stúdióba, és már hétfőre nagyon beokosodom. Az jó lesz. Az összes sorozatot be tudom most hozni, mert olyat forgatunk, hogy egy perc forgatás, 10 perc átállás, úgyhogy ott megy minden. Na. Leforgató, vagy megnézek egy csomó sorozatot. Uh-huh. Ez most a Trónok harca, azzal vagyok el, a Wayne World Pines, a Banshee 3 évada, van egy Blacklist nevezetű sorozat, az is nagyon jónak tűnik. Úgyhogy már most van egy 2-3, amit azért meg tudok majd nézni. Egy kis kapaszkodást érzek ebben a sorozat. Nyomorúságos, tudom, de... persze, de rohadt nyomorúságos, hogy 30 fokban jó időben, ha egy gyerekkel éppen csapatnám valahol, érted? De hát kell dolgozni, nincs ezzel baj. Majd hétfőn elmondjátok, milyen volt. Na, egy nagyon érdekes témáról beszélgettünk, méghozzá a nyaraláson belül előforduló konfliktus forrásokról. Hát szerintem 10-ig tudnánk SMS-eket olvasni, és 10-ig hallgathatnánk saját történeteket, mert hogy máshogy nyaral a nő, máshogy nyaral a férfi, mások az elvárások, mást akar. Van, aki több szexet, van, aki aludni inkább, van, aki hűtőmágnest venni és 4 órát alkudni rá, van, aki egy hideg sörrel láblógatva ülni a gyermekmedencében, valaki minden nap más strandra menni, van, aki egy strandon üldögélni. Nincs olyan, hogy egy nyaraláson legalább egyszer ne veszhetek össze. Ugye? Ez alap. Egy a becsomagolás, egy a kifelé vezető út a reptér, egy a nyaralás. És egy a hazajövetel. Minimum négy veszekedés benne van. És hát kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, illetve telefonáljanak, és mondják el, vagy mondjátok el, hogy ti mind szoktatok veszekedni. Itt van velünk Zsolt. Hello Zsolt, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Na, ti hol törtök el először nyaralás alatt? Először is a bevakolásnál, az nagyon jó. Jó, az klasszik. Amikor annyi mindent kell beraknom, hogy azon gondolkozok, hogy kell utánfutó vagy síbox. Igen, nem érted, hogy miért van szükség ennyi mindenre, persze. Hát igen, utána a fő pont a vásárlás.
Tehát az a katasztrófa, amikor 94 perc bruttóba tart egy darab hűtőmágnes kiválasztása. Tudom, nagyon klasszik. És ez legyen? Vagy ne ez? Vagy és utána, hogy még kinek mit vegyünk, szerinted? Részvégem. Hát a férfi oldaláról pedig egyszerűen a távirányítóra rá sem nézhetek. Tényleg? Le vagy tiltva a tévézésről? Hát mindig megkapom, mindig. Meg a wifi, ne legyek kocka. Menjünk már napozni, vagy hagyd már békén. Ezt mondjuk kicsit adom, hogy nyaralni mentek, akkor ne ülj a szobába wifizve, nem? Igen, csak amikor este sem kapcsolhatod be, meg nem nézheted meg egyéb ilyesmi, akkor tud egy idegesítő lenni egy idő után, de amikor tízszer megyünk el ugyanazon az útvonalon vásárlás szempontjából, az lehet, igen. De menjünk napozni, hova? A föld másik oldalán, amelyik éjszaka van. vagy amikor én csúszdázni szeretnék. Jó, menjél csúszdázni. Mondjuk egy felnőtt férfi szájából ezt nagyon szeretem. Hát vagy libikókázni, ugye? Abszolút értem, én előbb megyek a csúszdán, mint a gyerek, tudom, miről van szó. Fejjel lefelé azonnal. Igen, úgyhogy ezek szoktak lenni, de tényleg az egyik klasszik, amikor odafele van, hát ki van pakolva egy csomó minden, és az ember azon gondolkodik, hogy lehet, hogy utánfutót, meg síboxot, vagy mikrobusz kéne vásárolni. Persze, mert nem érted, hogy miért kalkulál bele a nyári együttlétbe egy új jégkorszakot. Tehát lehet hideg, és ha hideg lesz, igen. Akkor mit csinálunk? A tél, akkor meg persze. A nők minden esetőségre felkészülnek. Ha nyár lesz, ha hideg, ha jégeső, ha beteg lesz, ha nem lesz beteg, ha csak hűvös szél lesz, ha csak eső lesz, ha csak eső lesz és hűvös szél. Tehát minden esetőségre felkészülnek. Uh-huh. Ez adja nekik meg a biztonságot. Nekem meg még a másik, azt szerintem Balázs, ezt te is ismered, amikor az asszony azt mondja, hogy jaj, a baba miatt nem tudok menni ide, nem tudok menni oda, etetni kell, itatni kell, ez van, az van, amaz van, és akkor vegy már kicsit lazábra, nem kell ezen annyit izgulni. Igen, éhes, hát... majd szól. Persze, éhes, akkor szól, igen. Az ember talán a gyerekkel megértő, hogyha enni kell, menni, etetni, stb. Igen, tisztába tenni, az oké. De az nem baj, mert akkor az jó, mert én tudok csúszdázni addig. Tehát addig én azt nagyon szeretem, mert megyek csúszdázni. Ami még szerintem nagyon kiborító, amikor ugye elmegy valaki all-inclusive ellátásba, és akkor mondják, hogy ekkornyit reggelinél, ekkornyit ebédkor, ekkornyit vacsorakor az étterem, minden, és akkor mindenki ott toporog, hogy jaj, Istenem, mint hogyha elfogyna. Azt igen, azt jobb később lemenni, igen. Köszi, hogy elmondtad ezeket, ciao. Sziasztok. Köszi, ciao. Nézzük az SMS-eket. 2 éve járunk a párommal a tengerezni, nyaralni. Ő imádja a kocsiját, ezért körülbelül 2 naponta mentünk mosatni, nehogy poros legyen. Volt, hogy egy nap 2-szer is elmentünk. A pihenés helyett a legjobb volt kocsimosót keresni 10 napig. Atyaisten. Együtt vagytok még? Igen, azért a palikkal se könnyű. Már nem nyaralunk, mivel én pakolok lepedőt, kispárnát, fazekat, tányért, evőeszközt. Megérkezünk, férjem teraszra ül egy üvegborral, cigivel, én pedig takarítok. Andi, úgyhogy nem járunk nyaralni. Anyu és apu elindultak nélkülünk párnapos bécsi utazásra, mikor aztán eltévedtek, megálltak útbaigazítást kérni, ami cirka 8 percig tartott, miközben apu elővette egyszavas német tudását, já. Az autóba visszajövő anyu kérdezi, na most merre, erre apu? Hát mit tudom én? A bomba akkor robbant, Ati küldte nekünk. Mi baráti társasággal mentünk nyaralni, a párommal egy hétig nem volt meg köztünk az összhang, tipikus problémák, a másik pár többet ölelkezik, csókolózik, kevés időt szánsz rám, sokat vagy az egyedül érkező barátoddal. A mélypont akkor jött, amikor még a herpeszem is kijött. Klasszik, páros nyaralás, nézd mennyit csókoloznak, nézd mennyit ölelkeznek, igen. Nézd, hogy szeretik egymást, meg se fogod a kezem. Páros nyaralásnál ez sok ilyen történetet hallok, ez tud klasszik lenni. Nézd, megint fogja a kezét. Miért nem fogod meg a kezem? Mert herpeszed van. Miért nem bújunk ezt? Mert megjött. Klasszik, igen. A nők általában nézik, vagy vizsgálják a többi pár kapcsolatát, igen. Kommunikációját, és egyből elkezdenek viszonyítani. Nézd meg, hogy szereti. Ő felvállalja a feleségét, nem úgy, mint te. A volt barátnőmmel Siófokon voltunk, nálam akkor borult ki a Billy, amikor bementünk a Balcsiba, kicsit meglocsologattam, és rám fölmet, hogy mit csinálok. Vizes lesz a haja. Oh. Még jó, mondtam neki, strandon vagyunk. Aztán kimentem, felbontottam a csört, és aludtam egyet az árnyékban. Igen. Nagy nyaralás. Aztán... elmentünk a férjemmel Egyiptomba nyaralni, árnyékban 45 fok várt minket. Az első gondolata az volt, hogy gyorsan fürdőnacira, strandpapucsra vetközi, mikor kinyitotta a bőröndöt, ledömbetve látta, hogy csak hosszú nadrágot csomagoltam, mert véletlen az összes rövid nyári ruha otthon maradt. A hatás nem maradt el. Mondjuk Egyiptomba csak hosszú ruhát csomagolni, igen. Azért az nem túl rutinos. Biztosra mentél. Nehezen tűrném én is. Vagy igen. Nehezen tolerálná az ember. Édesem, a pulóvered, a hosszú nadrágot, a hideg sivatag éjszakán fog van. Igen, tehát ott azért árnyékban is nagyon meleg tud lenni. Mi kocsival mentünk a horvátokhoz, és a férjem a második napon
belement a tengerbe slusszkulccsal a zsebébe. Persze elvesztettük, minden bent volt a kocsiban, mi meg egy 4 éves gyerekkel egy szál törölköző a 40 fokban. Jó móka volt. Hát... Miért megoldás a szexre? Vagy mi? Nem volt benne szex. Azt, de úgy kezdted, hogy több megoldás több szexre. Még ilyen se volt. Igen? Aha, miért nem semmi nem volt erre? Feri. Megint. Igen, most tegnap nem aludtam otthon. Jó, mondtam, hogy megmondom, hogy soha ne igyál nyugtatóra felé. Tehát soha. Vagy fontos. Szedáld le magad, vagy igen, piálja. Vagy ez. Vagy lassíts, vagy pörges. Igen. Nem iszunk nyugtatóra. Köszönöm, tanár úr. Köszönöm, megjegyeztem. Azt mondja, hogy nézzük meg az SMS-eket. Amikor kifizetted az all-inclusive szállást, 10-ig reggeli, te már 8-kor fent vagy, biztos, ami biztos, próbálod felébreszteni a párod, ekkor már 9:45, majd sikerül átfordulni a másik oldalára, és az dünnyögi, hogy jól van, nekem is hozzál fel valamit. És másfél óra reggelt az ágya mellett. Ez jó? Nálunk is van, ez nálunk is van. Tehát tudom, hogy 10-ig van reggeli, bárhol vagyunk, a gyerek már 9-kor ugye nagyon menne, én 3:49-kor már nagyon fészkelődöm, és nagyon izgulok, hogy lecsúszunk a reggelit, mert nekem az egy szeász. Tehát reggeli nélkül nincs nap. Viki 9:30-kor megérkezik a fürdőszobába, 3:40-kor még fészkelődik, nézem, 9:50 már látom, hogy szedik le a tányérokat, brutál konfliktus. A rántottám! Tudod, mert nyaralásnál jól lemész, reggelizel egyet, nyugi van, ez a 10-ig van reggel, és mi 9:50. Legalább azt a fél kiflit hagyják ki! És ülök 4:11-kor egy ilyen fél májkrémes zsömlével, meg egy szelet sajtel, és körülöttem mindent leszettek, hú, na abból van azért feszkó. Mi most jöttünk haza egy hét nyaralásból Szardíniáról, végre kettesben gyerkőköccöket lepasszolva, de konkrétan az egész hét azzal telt, hogy kivezesse a bérelt autót. Na! Imádom az ilyen sztorikat. Hová menjünk, mit nézzünk meg? A végén már itthoni dolgokon is összekaptunk, aminek semmi köze nem volt a nyaraláshoz. Kriszta küldte nekünk. Hát mi másom, mint a szexem? Írja nekünk Timci. Engem hagyjon békén pihenni, elég, ha az év többi napján kell csatasorba állnom. Puszi Timci. Aha, ez tényleg aha, csak mi ott minden nap van, amikor itthon vagytok. Szerintem ott... tök ellentétesen működnek a palik meg a nők nyaralásnál. Tehát ő pihenni akar, mi meg azt mondjuk, hogy kipihentük magunkat, te meg kipihented magad, és több szexere válasz. Uh-huh. Nem így van? A nők meg inkább pihennének. Hát meg inspirál az új közeg. Az a sok fürdőruhás. Ja, igen, van látnivaló, tárolod Manchesterre. Este csak előjön. Igen, 21 év után gyerek nélkül megyünk a Balcsira egy hétre. Elkezdtem fogyókúrázni, veszek még 3 fürdőrucit, köszi fiúk, Edit küldte nekünk. A biztonság kedvéért mi már az utazás előtt este halálosan összeveszünk minden utazás előtt, Pöszke küldte nekünk. Nekem teljesen más élményem van, az én párom pasi létére csinálja azt, amik a nőkről soroltatok fel. Laura küldte nekünk. Igen. Hát, nem egyszerű. Van baj. Van baj, igen. Köszönjük az SMS-eket, drágák vagytok. Megyünk tovább, hármasugrást játszunk valakivel. 3, 2, 1, go! A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azt írja valaki, csomagoláskor, utazáskor? Á, mi már az úti cél kiválasztásakor. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello! Imi, hello, Imi! Szia! Helyett Márk. Azaz. Ja, te még akkor a nyaraláshoz szerettél volna hozzászólni. Igen. Aha, hát akkor maradj itt, mondd el röviden a sztorit, és játsszál velünk. Mit szólsz? Egy ilyen deal tudok neked ajánlani. Egyébként aztán meglátjuk, hogy sikerül. Jó, na, ti mind veszekedtek, mondd el gyorsan. Nem volt olyan nagy veszekedés, csak érdekes volt a szituáció, hogy mi Egyiptomba jöttünk haza a héten. Igen? Volt egy sivatagi túra betervezve, ahova hamarabb jött értünk a jeep egy 40 perccel. A barátnőm nem tudott elkészülni, annyit láttam, hogy a táskában megy be szempilla, spirál, tús, stb. De mondom, drága, megyünk a sivatagba, 40-45 fok, mondom, oda kell. Ezek minek? Nagyon kell, mondom, egy safari túrára. Igen. Nem, jó az, majd ott időben elkészülök, hogyha majd beültünk. Hát mondom, jó, oké, legyen. Beültünk a jeepbe. Tért közé, beszorítva a telefon, kamera magára állítva, aztán ment a sminkelés. A jeepben lehajtott fontos. Egy tükröt, vagy próbálta a sofőr visszapillantó tükrében sminkelni? Nem, mint hogy a selfizne. Ja, mint a selfizne. Ha, tehát hogy a telefonban nézte saját magát. Óriási. De legalább ilyen alkalomhoz illő, tehát akkor húzott magának ilyen kis Kleopátra csíkot itt oldalt, vagy miért kellett? Meg volt. Ha nem is volt tudatos, igen, egy bukkanó után. A csajod nem egyszerű eset, nem? Lehet vele azért bírni.
hallgatja az adást, mondom, be vagy tolva, be vagy tolva, éreztem én, hogy be vagy tolva, hogy mit mondasz, persze. Lehet vele bírni. Persze, ez a sztori is nagyon régen volt. Így van, nem is egy hete. Csak ez is megerősítette a kettőnk közötti kapcsolatot. Igen, imádom. Igen, ráéreztetek akkor. Igen. Na jól van, papucskám. Figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem simán vihető. Simán vihető. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Figyelj már, melyik híres ifjúsági regény folytatása a Téli Berek? Téli Berek, Pater. A Fater című. Igen, regény. Na, ott a Fater is? Aha. Ne csináld. A Téli Berek ez a folytatás, mi volt előtte? Nagyon jó egyébként, érdekes. Figyelj, fogalmam sincs, mert abszolút nem a játékra készültem. Nem baj. Aha. Ez áll, igen, szép volt. Igen, te még itt bent ragadtál a vonalban nekem, mint sztori mesélő, de nem baj. Ez a Tüskevár. Persze, hatalmas klasszikus. És ennek a folytatása a Téli Berek. Nem fogjátok kidalálni, az egyik nyáron, a másik pedig télen játszok. Igen, Fekete István talán egy-két legjobb regénye, leghangulatosabb regénye. Mondom ezt azért, mert csak ezeket olvastam tőle, de nagyon jó, tényleg. Téli Berek, Tüskevár, nagyon jó. Semmi már? Így van. Ez most így sikerült. Nem olvastad? Nem. De kár. Nem, még sose késő elkezdeni. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon karakteres főszereplőkkel. Ott van például a mindig más dísznövénynek álcázó Matúja bácsi. Én ezeket legalább már is meg van jegyezve. Másnak Matula, Norbinak Matúja. Matúja bácsi, Tüskevály. Már köszi a játékot, vigyázz magad. Köszönöm szépen, köszönöm. Ciao. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc múlva 9 óra, itt vagyunk. Ákos hírei után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt. Minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, marad a jó idő, sőt, mi több, nem lesz kánikula, csak 28-30 fok. A vihar elvonult, pusztítást hagyott maga után. Remény, még pár napig lehet látni a nyomai. Igen, hallgatóink is küldözgetnek nekünk képeket, hogy kinek mekkora kárt tett a vihar a kertjében. Nagyon, nagyon kemény vihar volt. És hát kérdés ilyenkor, igen, hogy a biztosító mit mond. Ugye van viharkár, csak... Az külön tételezés? Vagy tehát egy alapbiztosítást kötsz a házadra, akkor benne van, hogy mondjuk egy fa ág betöri az ablakot? Na hát ezt nem szerintem, minden biztosítás más. Tehát, hogy ezt te kötöd, egy általános biztosításnak is vannak különböző kritériumai megfeltételei. Szerintem nem tudom, hogy egy alapban például, ha rád zuhan balról egy 4 méteres fenyő, és tönkreteszi a tetődet, az állja-e? Lehet, hogy arra külön kell viharkár, nem tudom. Minden esetre pont itt Gyula mutogatott képeket, hát... Ott kemény nála, kemény. Nagyon átrendezte a kemény, terepet. Kemény vihar volt, igen. Faradon Fehér Szeát várja a Csorna felül érkezőket. Mackó család küldte nekünk. Lelkes fotósok a 85-ösön Csorna Farád Sopron felé haladókat Fehér Szeátból. A gyerekek, ez szép ott, Bali. De ez szerintem ugyanaz. Valószínűleg ugyanaz a Csorna és ugyanaz a Fehér Szeát? Hát nem hinném, hogy két Csorna van, ugyan, két sanszos, Szeát. Ugye, Fehér Szeát is egyforma. Csornából sincsen olyan sok. M306-os kilométer kint a háromlábú, Nyíregyháza felé Patyi küldte nekünk. Az M7-esen mindkét oldalon mérik a forgalmat a 134-es kavicsnál. Besenyő telken, sünök az út szélén. Ezt Anett küldte nekünk. Ezt most nem tudom, hogy a négy lábút jelenti, vagy a rendőröket. Remélem inkább a négy lábú. 31-esen a Péceli parkolóban KPM várakozik. Üdv Laci! A négyes úton üllőn, az Agyip kútnál most állítják a három lábút. Ezt Bönyő küldte nekünk, valamint azt nézem, hogy mi van még. Ötös bevezetőnél az Ecseri gyári útnál közlekedés lámpa javítás kezdődött, és alakul a dugó, egy sáv járható, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Azt nézem, hogy miért kell már megint bejelenteni, hogy mekkora lett a viharban a károm. Múltkor is küldtem fényképpel együtt a biztosítónak, de nem jött válasz e-mail. Nem értem, hogy miért, kérdezi egy hallgatónk. Igen. Jani, milyen brutál kérdésről legközelebb kérdezzétek, hogy ki írta az egri csillagot. Hát igen. Hát, ne arra, összekevertem sajnos, az első meg a harmadik kérdés fordítva volt a sorrend, ezért bocsánat, nem akartam tényleg már ilyen slaughter lenni már az elején, itt lemészárolni mindent. Minden kedves hallgatott, aki jelentkezik el, de tényleg elnézést, ne arra, vért ivott szegény.
Igen. Hát vannak dolgok, amiket el kell olvasni. Csak azt nem tudom, hogy ha az ember ez gyereké nem olvassa el, felnőttként már nem biztos, hogy a kezedbe veszed, nem? Hát, azért vitatkoznék veled, mert egyrészt, mert ha ugyanazt mondanám, amit az uncsi lenne, másrészt meg szerintem azért jön nagyon jó a tüskevár, mert egy picit az ember a saját gyerekkorát elemeníti fel vele. Tehát, hogy azok az élmények, hogy nyilván nem ilyen formában, meg nem vegy tisztán ugyanezek az élmények, de hasonlóak, minden egyes, mit tudom, 30-as, 40-es embernek az életében előfordultak annak idején ezekkel a, mit tudom, balatoni, velencei tavi, vagy fertőtavi nyaralásokon. A vonattal lemész, a Szentgyörgyhegyi bor. Így ugye, van, egy helyi kislány megtetszik, szerelmes leszel, stb. És elolvasod, igen. Így van, és jó, hát a tüskevár meg a télőbérek az annyira 10 pontos, hogy az valami hihetetlen. Én mind a kettőt imádtam. De egyébként mind a mai napig. Szerintem azok közé tartozik, amiknek nem kopik a fénye. Tehát lehet bármit mondani, tudom, kőszívű ember fiai, egri csillagok, stb. Fenntartásokkal lehet kezelni ezeket a műveket. Bár hozzáteszem, hogy a lányomnak mind a kettő tetszik. Most olvasok a kőszívű ember fiait, az az ő kötelező olvasmányuk 7-re, és az egri csillagok is tetszett neki, meg a kőszívű ember fiai is most bejön. És amellett mondjuk ő ilyen aktuális tini regényeket is olvasgat. De mondom, a tüskevár meg a téli berek az nem ez a kategória. Azok felülmúlhatatlan klasszikusok. Többenetesen jó. Úgyhogy ez van. De hát nem csak olvas a lányom, hanem zenét is hallgat. Na! És szeretnélek benneteket megismertetni egy nagy-nagy klasszikussal, ami valamiért, valamilyen okból kifolyólag, én nem tudom, hogy miért, de eddig elment mellettünk, mert hogy nem egy vadonatúj darabról van szó, és én egy picit szégyellem is magam, és előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek már ez megvolt, de nekem, és úgy gondolom, hogy nekünk csak most villant be, és most válik szerintem egy meghallgatás után kikezdhetetlen, megkerülhetetlen klasszikussá. Grandmaster Pete, Mérés című szám. Na várjál már, a neve is érdekes. Grandmaster Pete, mert hogy van egy ilyen előadó, csak hát a Grandmaster az egy ilyen magyarosított, igen. Kicsit magyarosított. Grandmaster, ahogy ő mondja egyébként. Grandmaster Pete. Aha. Figyeljetek, szóval a Virág mondja, hogy mutatni szeretne nekem egy számot. Folyamatosan mutogatja nekem mindenféle ilyen tini rock csapatokat, külföldieket is, magyarokat is, vegyesen, és hát így után már attól függ egyébként, hogy hány óra van, mert akkor mindig érzem, hogy apa, megmutatom, és mondom majd holnap. És akkor ma megmutatom, picit később. De valahogy felkeltette az érdeklődésemet a Mérés című szám, már ugye már a cím is olyan izgalmas volt, és amikor meghallottam azt, hogy az első két sor az, hogy hú, a Pita Grandmaster, na, huppogjon a Sand Blaster, akkor már éreztem. Igen? Hát figyelj, én nem tudom, hogy jutott el a lányomig, főleg azért nem tudom, és le is kellett sajnos tiltanom róla, mert ugye van benne egy-két csúnya szamacska, de Pete ugye a mérésről írt egy számot, arról a mérésről, amit ugye ők, mint, hogy is mondjam, csak hogy nem bántsa meg őket, de nem bántom meg őket, a sebesség megszállottja, a sebesség vidéki istenei tapasztalhatnak. Igen, hát tulajdonképpen ilyen kis felturbózott, ilyen kisebb-nagyobb autókákkal nyomulnak ők, Pete és a haverok, ők szerepelnek egyébként a videoklipben is természetesen. Bent van a haverok? Természetesen. És golfa vagy, nyilván? Hát igen, és jó kis, hogy hívják a felturbózott fiesztákkal, meg hasonlókkal. Aj, de jó, az Honda CRX-ek, régi egyes golfok. Nagyon menők, és egyébként a videoklipben van koreográfia is. De ki van találva? Ki van találva az egész, jönnek vele szemben az aszfaltcsíkon, és akkor ez egyikük jobbra, másik balra, jobbra, balra, jobbra, balra, és nagyon-nagyon menők. És hát mondom, gyakorlatilag minden benne van, amit erről az életérzésről tudni kell. Ebben a nótában mindent megtalálsz, ami kell, és hát fantasztikus rímek vannak benne, és fantasztikus szövegek például. A startnál a rajtnál csak tapsra vársz, jön a taps, kuplunk ki, te csak egy helyben állsz, mert a kerék pörög, mint a kocka, az égett gumit az aszfaltra. Itt álljunk már meg egy pillanatra, kerék pörög, mint aki kocka. Igen, pörög, mint a kocka. Ja, a dobókocka. A dobókocka. Nekem azért bennem is volt a kérdés, egy első meghallgatás után. Ugye, hogy a kocka? Figyelmesebben meg kellett hallgatnom, miután letiltottam róla a gyereket. Uh-huh. Ezután a két sor után. Peterről nem tudunk valamit? Nem sajnos nem. Sajnos nem. Honnan jött? Azért érdekes, mert 2008-as a szám, és én egyébként picit így csalódott is vagyok, meg szerintem ez az egész ország kritikája, meg az egész magyar pop szakmáért, hogy ő nem lett egy új Majka, vagy egy új dó. Nem, azt akartam mondani, hogy azért a döbbenetes, hogy valaki 2000
2015-ben még mindig ott tart, hogy egy gyorsulásról ír egy dalt, és Ford Fiesta-val Honda Civic-el gyorsul. A 2007-es az megbocsátható, mert akkor azért ez lassan 10 éves dalocska egyébként, és nem, nincs is több száma, tehát ez az egy volt, ezt föltették, igen. És ezzel válik ő majd most nagyjá, hát, hogy figyel, megmutatjuk. Beszéltünk az egyszámos előadókról, hát vannak azért egy páran, tehát itt ott van Hedövi is, tehát hogy azzal vált nagyjá, hát Pita méréssel. És a lányod fújja a szöveget most? Az a baj, hogy igen. Tehát, hogy le van azért tiltva a csúnya szavakról. Itt akad benne egy-két olyan, amit egy 13 éves kislány még ne nagyon mondogasson, de egy részét megtanulta, és fejből tolja. És azt hallom föntről a szobából, hogy főleg a turbó segít neki, ha van a Verdán, az abszolút nem hátrán gyűrődik, a beton gyűrődik a kátrán. A turbó van a Verdán, az nem hátrán. Igen, gyűrődik a beton, gyűrődik a kátrán. Na jó, hallgassunk bele, kíváncsi vagy. Igen, egy jó? Picit egyébként ahhoz képest, hogy mennyire menő, és mennyire belevaló, és mennyire arcba mász a szöveg, ahhoz képest, hogy meglátjátok, Pitnek az orgánum majd picit visszafogottabb. Igen, mert az ember ezt úgy képzeli, hogy egy brutál kigyúrt, nagyon nagy darabpali, brutál csajokkal, nagyon jó autók között énekli ezt a dal. De hát az egy 2007-es, és... Igen, majd ott is voltak a kigyúrcsájuk meg jó autók, csak aha. A név alapján már tudom, hogy nem erre kell számítani. Azt mondanám, hogy itt a jó alapok megvannak. Aha, na figyelj meg, ha belehallgatunk. Kiszedtük a ronda szavakat. Ja, Pita Grandmaster. Na, hupogjon a Sound Blaster. Hupogjon? Nagyon jó. Gyerünk, csavadd fel a hangot. És tedd a Verdának az egyes gangot. Egyes gang, de jó! Na most elválik ki a legény a gáton. Meglátjuk, tesó, mit tudsz 400-on? De várj, bocsánat, csak megállítom, hogy milyen autója van, ami ennyire durva? Hát kérdésével egy 1-2-es kadettet láttam a képet. Jó, hogy nem egy 458 jó, Itália, egy mit tudom én, egy Aston Martin, egy Maserati, egy Pagani Zonda, mondjuk nyilván nem, de hogy azért kicsit túlzok, de hogy azért, hogy mi az autó, amiről énekel, azért az egy 1-2-es kadett? Van egy régi csepp kadett van. Ó, gyönyörű. Most mutattak, de az nem az övé, mert az látszik, hogy a haverjái egy merga. Egy merga. Megérte a Józsi. Várjál, most van egy fehér, azt szerintem szintén Opel, de az már azért tuningos, mert az oldalára különböző világmárkák, amelyek az autóiparban jól teljesítenek, vannak fölírva. Mintha a pizzemér szponzorai lennének. Igen. Itt van egy Opel Omega, az is egy régi. Aha. Ha ők ezt vízből csinálták, mint egy korszakparódia, akkor jó, hát, szeretem, mert egy-kettes kis korza van benne, nagyon jó, igen, nagyon jó, az legalább 90 lóerő volt. Benne van egy Seat Toledo, nem látom, de lehet egy Ibiza, és egy igen, és egy jó, Ford Escort. De ezek csak a kasznik, hát ki tudja, hogy mi van a motorháztetben. Na várj, csak egy helyben állsz, mert a kerék pörög, mint a kocka, íget, gumit az aszfaltra, és indulás, mert jó a tapadás, jön a sebességek közötti kihúzatás, nincs lazulás, csak rohanás. Hé, mi ez a hang? Szabályzás, gyerünk! Nincs, nem baj, csutapolt a pedált, racingolja a testvér, nyomd az így. Mit csinálja? Racingolja. Igen, racingolja, ha jó, igen. Van, a harmadik, mi ez a dolog? Egy lifestyle, egy érzés, látom, nem tudtad, hát ez volt a képzés. Jó, ez volt itt, és a mérés. Úristen, Grandmaster Fiel és a mérés című. Remekbe szabad kis dalocska. Ráadásul annyira nem illik a hang a csávóhoz, ha nézed a klipet. Nem, fura. Aki egyébként egy ilyen hawaii style nadrágban van, egy térnadrágban, már most ugye újatlan póló van, és akkor ebben nyomja. Meg a helyi lányok, de jó. Jó, figyelj, tornásszuk föl őket egy kicsit. Menjen voltak, vagy megmondom, menjen van. A 282 000-en vannak jelen pillanatban.
Dobjunk egy kicsit Grandmasza Pete-nek. Nézzétek meg a videoklipet. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem egyfajta stílus paródia. Nem. Tehát ő 2008-ban tényleg egy kettes golfval, egy Fiat Bravo-val, egy régi cseppkadettel, egy kettes korzával és egy Seat Ibizával csapatták nagyon. Agyon tuningolva, mindegyik gép azon látszik. Tehát az Ibizán annyi tuning van, hogy az autó nem került annyiba. Rátettek 2 millió. A 18-as felni. Mindent, ami csak lehet. Hátsó szár, minden rajta van az Ibizán. Vagy a Toledo, nem tudom, csak hátulról láttam egy pillanatra. Igen. Szóval mindent fölpakoltak. Hát azt jelezte egyébként, hogy Pete, hogy nem fér bele minden, mert hogy a turbo meg a nitro az ritka, mint a fehér hol a környékükön. Tehát, hogy azt jelezte, hogy azért mindenre nem futja. De azért szóltak Lajosnak az Alvégről, hogy hozza már az Omega-t. Igen. Mert ha retro, akkor viszont jók a ruhák, jók a csajok. Igen. Az egész tényleg a régi gyorsulásos. Énnek imádtam, mert nekem nem volt soha pénzem, a Honda CRX, az 1-2-es Korza, a régi, mit tudom én, a Fordok, amikre úgy néztünk, hogy te jó Isten, milyen szépek voltak azok. Tehát voltak a kis poszkitból. A kis poszkitból én néztem, hogy a Honda CRX-et, a régi kocka hátsó lámpás CRX volt nekem az Isten, úristen, kétajtós, régi kocka lámpás hátsó Honda CRX, hát gyönyörű volt. Hát na, ők mai napig ebben élnek. Opel Manta. Hát egy Opel Mantára én úgy néztem, hogy atya úristen, milyen autó ez, te jó Isten, 406-os Peugeot. Ami ugye kupé volt. De ha ők ezt tényleg így nyomják, persze, az most szórakoztató 2015-ben. Hát azért az nagyon menő, hogy nem a Fiat Bravo-val egyesen a fanatizmus az látszik rajtuk. Tehát, hogy biztos, hogy itt véremenő gyorsulások voltak 400-on, ugye Nemes Gulács határában, vagy itt a Vaktakék mellett, vagy ilyesmi. De ők menők, figyeljetek. Most már legalább érted. Vágjátok a témát, mint egy Olla. Csak mondom, azért érdemes a klipet megnézni, tehát a srác, aki ellövi az 1-2-es Korzát, meg a Fiat Bravo-t, az szandában áll. Tehát, hogy azért tényleg úgy nézzétek meg ezt a klipet, hogy ha stílus paródia, ha nem, nagyon-nagyon szerethető. Tehát úgy lövi el egyébként egy nagyon szexi kis bermuda nadrágban a gyorsulási versenyt, ami hát tulajdonképpen a bűnüldözés ne továbbja, és az éjszakai élet egyik, hát nem, meghatározó. Zsivány vagy, ha ott vagy, jó csajok, jó kocsik, egy brutál bőrszandában lövi el egyébként az autókat. Tehát azért azt érdemes megnézni, ez 1.36-nál van a klipben, most látom, 1.36-nál, ott van a bőrszandál. Arra vessetek egy pillantást, az nagyon kemény. A csajok brutál hasipólóban, tehát ez a kis hasipacsipóló, finom kis hasacska, azért az... Igen. Tehát ott azért az úgy megjelenik. És elképesztő autók. De én szeretem az ilyet. Az jó, szeretem. Az jó. Így ránézel, és akkor így értelem bejúg, mit tudom én, beugrik egy fiktív filmcím, Halálos Iramban a bazmegyei hajszak. És a gumimelegítés rögtön a klip elején, ahogy mennek sorba egymás után. Ők profi. Nem úgy, hogy csak odaállsz, nem tapad a vas az aszfalthoz. Rendes bemelegítés van, jobbra-balra. Egy szigorú koreográfia szerint. Nagyon jó. Egy gyöngyszem. És egy pick-up autó, az nem tudom milyen autó, egy pick-upnak a csomagtartója, vagy a rakodó terén énekelnek. Tehát ott megy a rep. Nem tudom mi. Amivel hétköznap biztos nyúltápot hordott. Hát amire kell használni. Jaj, de jók ezek az autószínek. Tehát ez az almazöld autószín, ez egykor akkora divat volt, hogy mindenki ilyen színűre fényezte az autóját, és már a fényezés adott egy alaphangot az autónak. Ez most nem tudom, miben ő pontosan. A sötétzöld Opel Omega is, korszak. Opel Omega, hát zseni volt az Opel Omega, az Opel Omega jó gép volt, nem erre találták ki, tehát nem versenyre, meg nem egy tuning gép, de az egy nagyon jó autó volt, és mindenkinek ez a sötétzöld színű volt. Meg egyébként meg tényleg, hogy az ember így végighallgatja, meg elolvassa a szöveget, nyilván, hogy minden szakszót pontosan értsen belőle, az egész tényleg szerethető. Tehát, hogy végighallgatod, én most mondtam a Virágnak, hogy így csúnya szavak miatt azért nem örülnék, hogyha minden nap ezt hallgatnám, meg hogyha ahogy az ő szájából visszaköszönnek ezek a szavak, akkor nagyon nem fog neki örülni, mármint a csúnya szavak, de az, hogy egyébként itt fülbe mászom, megtanultam, mondja, tehát ez nagyon lazna, és csípik. És azt észrevettétek, hogy a rendszámok nincsenek kitakarva? Nincs semmi kitakarva, igen. Mert ők büszkék. Egy mondjuk igaz. Igen. Igen. Matricák az autón, gyönyörű. Tehát a No Fear matrica külön köszönet érte, gyönyörű. Tehát aki egyszer felmatricázta az autóját régen, az őrület volt, mikor megláttam. Meg a világmárkák, amikhez nyilván semmi közük nincsen. Ez is nagyon jó. Igen, ez igen. Jó, tehát érdem, mi is ezt csináltunk, mi meg, hogy hívják rá, a Csepel biciklijeinkre raktunk kampányoló matricát, hát érted? Hogy ne? Figyelj, ez egy korszak volt, tehát amikor tényleg még nem volt az embernek pénze, és te ültél egy nagyon-nagyon rossz keleti típusú 126-os P nevezetű kis 650 köbcentis köbcentiben, ott egy Ford Mondeosra, azt mondtad, hogy úgy néztél rá, hogy bézen. Úristen!
és belepakoltál mindent, amihez csak hozzájuthattál. Vagy elment melletted egy kétajtós S-rendszámú Honda, kétajtós régi kockalámpás Honda Civic 140 nem tudom hány lóerővel 1.8 GTI-be, vagy egy régi kockalámpás Mitsubishi Colt, és azt mondod, hogy nyugodt, ez nyugodt. Hogy tudsz így élni? Aha. Milyen csajod van? Milyen autód van? Mit csinálsz? Hát gyerekként 16 évesen ezeket a kocsikat istenítettük, nem? Hát én imádtam. Az összes ilyen autót. Dupla kipufogó. Nyilván kamu egyébként. Persze, de... Krómozva. Lányjelvek az oldal. Ne viccelj már. Zseni, az egy jó korszak volt egyébként, igen. Tudtok hozzá telefonszámot, vagy valaki ismeri a srácot, akkor lehet, hogy hétfőre előkerítjük, küldjetek el nekünk, jó? Szeretjük az ilyen arcokat, tényleg. Lehet, hogy tudunk vele beszélni, csak hogy miért csinálták, meg egyáltalán most mit csinál, most milyen videóklipre készül. Küldjetek el, ha ismeritek, jó? És ahogy egyik kedves hallgatónk írta, tehát, hogy van egy nagy comeback, őt is láttam most valamelyik nap, azt nem a világ mutatta, hál' Istennek, de tényleg visszatért Ugly G is. Csak mondom, megvan még, emlékszel rá? Hogyne? Visszatért új videoklip, hát azt is azért érdemes megnézni. Persze, meg egyébként ezek az autók, ha ezeket feltuningolják, tehát én láttam olyan gyorsulási versenyt, hogy egy kis poszki úgy volt megcsinálva, hogy le volt betonozva az eleje, hogy ne emelkedjen föl, amikor gyorsul. Annyi lóerő volt. Annyi lóerő volt a kis poszki, hogy az hátsó motoros, és egy beton tömböt raktak az autónak az elejére, és a kis poszki olyat ment, hogy brutális kettes golfokat vert, hogy senki nem értette. Trabantban is láttam egyes golfval, tehát ezek ugye lekönnyítik a kasznit, aha, hihetetlen könnyű a kaszni, egyes golf, hogy nem tudom, ilyen, Trabant, nem tudom, ezek kis Ford Escort, Ford Fiesta, és annyi lovat pakolnak bele, hogy mindenkit oda vert. Tehát van hangulat, hogy nagyon sok ilyen forgattunk egyébként, és odáll a kis polák, és tudod, legyint ez. És olyat ment, hogy feltépi a beton. És mutatta a srác, hogy beton van az elejében. Nem emelkedjen föl. Szóval azért azok nagy dolgok. Jó, van, látom, akkor meg lesz az élmény. Állsz a piros lámpán, a leúzott ablaknál. Most eldől ki legény a gáton. Elválik tesó, mit tudsz 400-on, és ott fogod énekelni. Többször meg kell hallgatnom azért, hogy ez így beépüljön, de igen. És gázfröccsök közben. Igen. Na, ha vannak gyöngyszemek, vagy nektek kedvenc, küldjetek morningshow@classfm.hu. Szeretünk mindenkit felfedezni, belehallgatni. Az internet tele van gyöngyszemekkel. Ha ilyet láttok, akkor morningshow@classfm.hu. Énekel, táncol, zenél, gitározik, gyorsulásról énekel, rappel, helyi hülye, mindegy, küldjetek. Szívesen megnézünk mindenkit. Jó, mondjuk most elég magasra raktuk a mércét Grandmaster Pete-tel. Hát, hogy azért ezt nem lesz nyűberelni. Igen, valaki ide még, Balázs, a kocsik oldalán a feliratok, azok a kívánságlisták. Jancsi, hogy szeretnél. Igen, megnézzük, igen. Hát, vagy a legyőzött autók, ne felejtsük el, olyan idén a második világháborús vadászrepülőgépnek az oldalára mindig annyi kis idegen felségjelzést tettek, ahány vadászrepülőt ők lelőttek. Leszettek. Tehát, hogy lehet, hogy ezek lenyomott ellenfelek voltak. Akiket megsemmisítettek. Igen, akiket 400-on úgy lenyomtak, mint a bélyeget, öcsi. egyébként igen. Jaj, nagyon. Na, nekem ez egy kedvenc korszakom volt egyébként. Na, nézzünk gyorsan egy-két közlekedést, mert hogy van közlekedési hírünk. A budai és a pesti alsó rakparton kivételesen kiválóan lehet haladni. Az is jó, miért berakok egy meglepetést. A Farádon fejezte át, várja a csorna felülérkezőket, mindenki figyelje, 86-osan megszűnt az útzár és az M3-as 106-os kilométerénél kint a három lábú. Ezt Patyi küldte nekünk. Na, egy kis igazi repzene, ha már egy ilyen rep alapja volt ennek a dalnak, jó? Hogy azért úgy mindenkiből elhesegessük ezt a dallamot, hogy ne maradjon meg senkiben. Ha gondoljátok, keressétek rá, azért is énekeljetek, mi pedig jövünk mindjárt. Most már tudunk? Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Na, csak egy kis igazi rep, hogy felejtsük Grandmaster Pete-et. Már nem kell elfelejteni, de azért. Azt hiszem Tupac alap volt, valaki megírta, hogy Grandmaster Papa is erre énekel. Mármint a Pete. A Mérész című remekbe szabott kis dalocskáját. Jó, de Grandmaster a miénk. Így van. Ő a mi hősünk. Ő a mi hősünk, így van. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy érdekes cikket találtunk, a cikk azt tette össze, hogy a párok, akik nyaralni mennek, hát, hogy is mondjam, milyen konfliktus forrásoknak vannak kitéve, mert hogy szerintem nincs hallgatónk, aki ne ismerné azt az élethelyzetet, hogy vársz egy nyaralást a pároddal, mondjuk ott hagyjátok a gyerekeket, vagy nincsenek még gyerekek. És tényleg csak ketten elmentek, minden jól alakul, mondjuk a készülődéstől nem vesztek össze, de aztán megérkeztek a nyaralás helyszínére, és ott kiderül, hogy
amiről a cikki szól, ugye, hogy máshogy nyaral a nő és máshogy nyaral a férfi. Egyszerűen mások az elvárások, nem? Ezért kell külön járni. Fiús nyaralás, lányos nyaralás, hazajöttök, meséltek egymásnak, nem jó? Mindenki jól érzi magát, nincs veszekedés. Igen. Még én sem tudtam otthon beadni, de... Nem, ment még? Hát még dolgozom rajta. Majd hosszú távon. Már lesz, amikor majd ő kéri. Igen, hogy csak egy hétre. Szóval azt kérdeztük hallgatóinktól, vagy azt kértük hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy ők mind szoktak veszekedni nyaralásnál. Amikor a nő többet akar vásárolni, amikor a férfi nem akar másik strandra menni, amikor szeretne pihenni, vagy éppen valamelyik fél több szexet akar. Hát mi is meséltünk ugye konkrét történeteket, és hallgatóink is nagyon jó SMS-eket küldtek, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, hello, jó reggelt. Szevasztok. Mi újság van? Ilyen csodákat mutattok be, hát ezeket nem lehet versenyezni. Mindig próbálok itt hozni mindenféle frankó muzsikákat. Egyszer ajánlan, ezzel jönni. Ezt egyszer behoz a Jani végre valamit, és akkor ott keresztbe veri az egészet. Amit hát a gyerek ezt énekli otthon. Virág, én is meglepődtem rajta. Hát, és ahogy látjuk, az nem csak a gyereknek, nekünk is új volt ez a történet. Elment mellettünk. Hát most, vagy, illetve mi mentünk el egy ilyen nagy-nagy klasszikus mellett. Én szégyellem is magam. Ugye? Emiatt. Vannak még gyöngyszemek. Azért. Ja, láttam, hogy most a Feri talált egy oldalt, ahol ezeket ráadásul összegyűjtötték. Igen, meg hallgatóink is küldenek egy-két nagyon komolyat. Hát igen. Hmm. Szép. Egyébként Grandaszt a tesójának a számát elküldték nekem csak most. Wow. Igen, az egyik kérdés hallgató írja, hogy ismeri az egész bandát, aki szerepel a klipben, és egy hatalmas buli volt nekik az egész, és jó arcok. Jó arcok? Jó arc. Egyébként a szöveg alapján is simán lehet. Egyébként a szövegből is az jött le, hogy élek halnak az egész részlete. Ezek a kis káromkodások is csak azért lettek belerakva, mert hogy a gangsta rephez ez passzolt. De egyébként nagyon szépen összefésülgették azokat a dolgokat, amik ezt a műfajt jellemzik. Mi újság, Csabi, voltál zeni? Ma nem voltam, kimaradt, de tegnapi nappal együtt meg volt a három a héten. Igen. Meg hát továbbra is mi nyomjuk, még a legnagyobb vihar után is kimentünk a srácokkal focizni. Ugye most, hogy nincs suli, valahogy le kell őket fárasztani estére, és minden nap kimegyünk, minimum egy órára, képzeljétek el. Úgyhogy az embert próbálom. És vissza is hozod őket, vagy... Néha azt szeretném, hogy ők maradjanak ott. Hogy még egy nem, de te persze. Csak hívelgetsz. Van az a pillanat, amikor már 3-4 órája futok, és még soha nem érem utol a labdát, mert gyorsabbak nálam, akkor én csak előre rúgom, hogy na, akkor fussatok, kezdjetek vele, amit akartok. Nem visz egy ilyen adogató gépet, mint a teniszbe is van, és akkor a nagy labdát, busz, de egyébként tényleg fogom fel, hogy ez a jó sport. De ez jó, nem? Az első 10 percben csatár, vagy az utolsó 10-ben meg irányító középpályás. Ne, aztán kapus, aki támaszkodik kapus. A kapufának. Csak az a baj, hogy mindig egyedül vagyok, tehát hogy viszonylag nehéz nyerni, hogy én csak kapus vagyok. Mi a recept, Feri? 5 alkatrészes, mert meguntam már hallgatni azt, hogy mert nem lehet kapni. Aha, tányérvilla szalvét, ami a 2. Így van, csirke, hús, meg sajt, nem tudom, akkor legyen ez a 2, aki kell belőle emelni. Egy ilyen tekercs, csirkehúcsos tekercset csináltam sajttal besütve, marha jó. Láttam, hogy egy kis zsáját sikerült beletenni, tehát hogy azért valami... Az egy kapható fűszer. Na jó, csak mondom, hogy azért, tehát, ami nem biztos, hogy azért úgy van ott, most pont Wikigépén láttam a receptet, mondom, megnézd az alapanyagokat, mondom, ezt csinálok valamit. Szárított, zacskóban. Azt mondtam, hogy basszus, jó. De nálam ugrott. De most mész a boltba, úgy sincs otthon csirkehúsod, veszel csirkehúst, így végignézed a fűszereket, megakad a kezed a zsébetűnél, és kész. Ott van. Jobb zsája. Az névsorban van rakva? Hagy, igen. Mert jobb helyen. Jobb helyen, jobb helyen, igen, helyen nem mindenhol. Van, ahol a puding mellett van. Igen. Veszek fűszer azonnal. Tehát, tudod mit, hagyd ki belőle. Úgy is megállja a helyét. Összetekered, be a sütőbe rápirítod a sajtot, és isteni. Kölkök is imádják nálunk, mert ilyen jó ehető kaja. Imádnak azok mindent, az egész napot végig mozogják. Éhesek, az is igaz. Nem ingyencek. Nem is, már átjárnak a szomszédba enni. Mondom, ide ne gyertek. Semmi. Na, jól van. Fönn van a recept? Fönn, persze. Lesütötted, lefotóztad? Van fotó, van leírás, három sor az egész. Nekem tényleg nem bonyolult, megnéztem. Egyszerű kajáról van szó. Nyár van, ilyenkor már nek a hogy hívják be, a konyhába szenvedjen az ember, hanem vagy egy tévéstúdióban, vagy kint a parton. Te szemét! Dolgozz, nyomjad! Nézd, vasárnapi gyerekek, kész vagyok, már nem is látok. Hívjuk a nap hallgatóját. Hát majd mondd el, mi volt hétfőn, mert milyen a napsütés, a velencei tó, nagyon milyen ízű, a hack. Óránként egy kép, jó, most fogadjuk. Küldjetek, még ez Instára is föltolom. Fekszel, nézed a tévét. Puff, ott a telefonom nálam, küldjetek. Csak ez puhák vagytok, nem küldtek.
Aha, aha. Jó. Nem várunk tovább. Jó volt, amit írt, ugye a Murrayről meg a Federerről beszéltünk. És azt írta nekünk SMS-ben, a teniszhez hozzá kapcsolódó igazi szakkommentátorú vélemény, hogy Murray vagy nem Murray. Nagyon, hát, nagyon egyszerű volt, de nagyon jó. Akkor tartjuk a téteket? Hát ma 4 óra vagy 4:30-kor Roger játszik, így van, Murrayvel. Szerintem Gyoko hozza Gasquet, és akkor a Federer veri Murrayt, akkor Gyoko Federer Wimbledoni döntő, brutál csemege tenisz rajongóknak, reméljük ez a forgatókönyv, és akkor tartjuk a kétszeres fogadást. Jó, először ma. Csak egyébként neked kétszeres. Nem, hát te ugyanúgy benne vagy a mai Murraybe is. Nem, a mai Murraybe benne vagyok, de ha én ma nyerek, akkor holnap már nem fogadunk akkor a Gyokóra. Akkor egyszeres, tehát, így van. Tehát nekem kétszeres, neked te egyszer Murray, egyszer Gyokó. De várjál, az nem jó, mert akkor én, ha 10 az alapfogadásunk, 10 játékpénz, igen, akkor én ma nyerhetek egy 10-est a Murrayvel. Ha ezt megnyerem, akkor én holnap már nem tudok nyerni. Ugye, mert nem fogadunk. Nem. Ha te ma nyersz a Rozséval, akkor az egy 10-es, és holnap vagy, amikor játszák a döntők. Vagy duplázom, vagy nulla. Igen. Na de akkor én nem nyertem. Hát de te ma nyersz. Hát miért ne nyerni? Hát ha ma a Murray nyer, akkor neked nincs több 10 pluszban, vagyis vége. Oké, de ha ma nyer a Rozsé, akkor te nyerhetsz egy 10-est. Ha holnap után a döntőben is nyer a Rozsé, akkor te nyertél 20-at. Ha nem nyer a Rozsé a döntőben, akkor én nyerek egy 10-est, de akkor én pont nullán vagyok. Na, azt hittem erre nem jössz rá, ezért akartam így fogadni. Ezt kikövetkezteted, én ezt már reggel kitaláltam, és azt hittem, ennyire nem gondolsz bele. Ez milyen nézlek, nem alszik, csak dolgozik, és mégis. Azt hiszem, jól megfejtetted, hogy ez matematikailag neked nem annyira jó, de közben mégis. De ha ma a Murray nyer, akkor nyertem egy 10-est. Ha abban fogadunk, játékpénzbe természetesen. Jó, na mindegy, legyen így, lelkű vagyok. Jó, folytassatok nyugodtan, csak én már ki szeretnék feküdni egy rozé fröccsel, ti is nyilván. Jaj, na, bármit mondtam volna, így pont nem kajálom, mert te nem kifekszel egy rozé fröccsel, te kifekszel egy rozé fröccstől. Tehát azért megnézem azt az Insta fotót, ahol te egy rozé fröccsel nézed a badacsonyi látképet a Balatonnál, azért te nem ez a típus. Mondtál volna bármit, már vár, nem tudom, a tatai vár. Igen, hogy megtehetném, de. Igen. Ő viszont megteheti, így van. Igen. Na jó van, Csabikám, remek zenék ma is. Folytatódik ráadásul a Klassz nyár 2015 sorozat Forma 1-es játéka, és az összes eheti nyertes bekerül egy kalapba a maiakkal együtt, és közülük fogunk majd délután a piros műsorában kisorsolni valakit, aki Red Bull relikviákat is nyer még a belépői mellé, és hát minden mellett a tízenétekkel nem tudok versenyezni, úgyhogy hozok egy régebbi, ilyen nagy kedvencet, a Kálai Sanders Bentula Victory-t. Őrület. Mert ezt tudom, hogy ti is kedvelitek. Így van, mindenkinek jó hétvégét, vigyázzatok magatokra, jó? Hétfőn jövünk 6 órakor. Gyertek. Miért integet nekem még valaki? Nem tudom. Mert csak hétfőn találkoztok vele, ő a feleségem. Ja, nem. Szerintem a receptet erőlteti, de szerintem az megvolt. Elmondtuk. Igen. Hétfő 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.